Üdvözlök mindenkit! Ez a Játékosok Podcast 10. adása. Most a mai adásunk eléggé különleges lesz, hiszen két órán keresztül egyetlen egy témát fogunk megvitatni. Én Racsek vagyok, és a mikrofon fölött itt van még két kollégám, Fejen 92, illetve Rapidó is. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Hello! Ó, ez hangos volt, ez fájt a fülemnek. Na, azért jó kezdődik. Na, hát ugye a mai témánk a Need for Speed sorozat lesz. Ját mindenki nagy örömére. Vagy hát nektek nem öröm. De. Ó, de hogy nem? Attól függ majd, hogy az eleje még igen, és utána majd a vége az már inkább ilyen üvegszilánkon való járkálás lesz valószínűleg. Körülbelül olyan életérzés lesz, mikor az ember belültetik. Hogy is volt a South Parkban az a... Belőtetik egy kácsilis, nem, üvegcserepet dugnak a valagába, és belőtetik egy kácsiliszózba. Na, körülbelül olyan lesz a vége. De jó neked. Na jó van, akkor nézzük. Tehát ugye a első része ugye 94-ben jött létre, ugye az Electronic Arts szüleménye, hogy így mondjam. Ugye elsőnek 3DO-n adták ki, majd később PC-re, PlayStation-re, illetve 96-ban Sega Saturn-ra. Ugye hát annyi, hogy itt ez teljesen ugye egy 3D-s autós játék, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nem csak a környezete 3D-s, hanem magában az autó modellek is. Annyi ugye itt, hogy a Road and Track volt itt a, hát nem is tudom milyen társa ugye a Need for Speednek, hiszen ugye azért az szokható meg, hogy egy teljesen licenszelt autók találhatók. Tehát ugye, mint az első részben is itt például 7 licenszet, illetve ennyi, 8 licenszet, illetve plusz egy kitalált autó van, tehát itt ugye Lamborghini, Ferrari, Chevrolet Corvette, Dodge Viper, Porsche 911, Acura NSX, RX 7-es Mazda, valamint Toyota Supra. Valamint hát ugye itt a plusz ugye ilyen bónusz autó, Warrior PTO E2-esnek hívják, aminek ugye a képét majd a leírásban megtaláljátok. Valamint ugye készült ugye egy japán változata is, ugye a neve Overdrive-in Skyline Memorial. Itt kifejezetten csak Nissan Skyline-okat raktak bele, viszont az alapjáték teljesen ugyanaz. Ugye a játékot ugye úgy tervezték meg, vagy hát pontosabban ugye úgy olyan a története, hogy annyi ugye, hogy el kell versenyezni kell A-ból B-be, ugye a szuperautókat vezetni, néha ugye egy-kettő rendőrautó azért üldözőbe vesz, országúton keresztül hajtva, kressz szabályait megszegve nyerjük meg a versenyt. Ugye, mint egy szokásos versenyautós játék. Négyféle játékmódot kínált az első játék, a head-to-head, a single race, time trial, illetve a tournament versenymódokat. Ugye hát a első három az ugyan csak ilyen szimpla játékmód volt, tehát nem számított semmi, se helyezés, se pontozás, semmi ilyesmi. És a tournament volt viszont, ami fontosabb volt, ugye pontozás, helyezés szerint. Ugye tournament olyan volt, hogy 8 autó, hát ugye 8 autós volt ugye az egy verseny, és ilyen 7 ellenfelet le kellett előzni, és ugye megnyerni a versenyt. Ugye aztán annyi ugye később ugye megjelent egy Special Edition változat a 96-ban, csak kizárólag PC-n adták ezt ki. Annyi volt ugye az újítás, hogy ugye néhány, hát illetve két új pályát raktak, valamint DirectX 2-es grafikus motort, illetve a TCP/IP csatlakozást adta meg, tehát ugye lehetett multiplayeren játszani. Valamint voltak ugye plusz zenéket raktak bele. Hát ugye hát annyi ugye én is volt a 3DO-s változatot kipróbáltam, és ugye azt kell, hogy mondjam, hogy azért a 3DO-s változata inkább egy kicsikét lassú, mint sem, hát hogy ugye gyors. Hát így értelemszerűen, hogyha
Nem gyors, akkor lassú. Na, tehát, hogy ugye, tehát az a tűző, hogy ahhoz képest ugye autós játék, és gyors autókkal megyek, ahhoz képest ilyen több, hát nem is tudom, mintha filmet néznék. Vagy nem tudom, a film is gyorsabban megy, mint ez a 3D-os változata. Ugye a PC PS1-es változattal is szintén játszottam, viszont azokra tudtam mondani, hogy na az az, hogy azért az igen, ez jó meg van csinálva. No. Akkor ugye a következő ugye Need for Speed 2. 97-ben jelent meg, hát itt ugye a formáját mondhatni hozta, hiszen észak-amerikai, európai, ázsiai, illetve ausztráliai témájú pályákat raktak össze. Annyi ugye, tehát hogy itt fantázia nevet adtak a pályáknak, viszont ugye ezek a témák voltak. Volt ovál pálya benne, az nagyon tetszett. Ovál pálya be volt? Nem az egybe volt? Nem, a kettőben volt. Nem emlékszem pontosan a nevére, a pályának a nevére, de egy ovál pálya is szerepelt benne. Ja, de tényleg, tényleg volt. Jöp. Na, ugye. Volt, volt, igen, most már egy rémlik. Na, és ugye annyi ugye még, hogy itt a Ford Indigo autót is ugye belerakták ebbe a játékba kifejezetten. Hát majdnem, most nem is tudom mihez lehetne hasonlítani. De mindjárt képet ugye itt is most kikeresek, de ez leírásban szerintem már benne is lesz. Már meg is nézték, igen. Már meg is nézték, természetesen. Már aki olvas leírást, természetesen. Hát aki nem, az... Remélhetőleg olvastok leírást, és akkor... Hát nagy általánosabban azt szokták mondani, hogy nem sokan olvasnak leírást. Hát, bármilyen videónál. Igen, itt ez szokott lenni a probléma, hogy nem olvasnak leírást, pedig hasznos a leírás. Na mindegy, azért attól függetlenül, hogy ott van. Úgyhogy meg lehet nézni. Mindjárt, miközben... Ja, igen. És annyi, hogy ugye itt PlayStation 1-es esetében ugye voltak ilyen... Hát... Nem is tudom. Tehát lényeg az, hogy ilyen kontrolleres ilyen újítások ugye mentek ugye a PlayStation, és a Need for Speed 2 részese volt ennek. Ilyen háromfajta ilyen kontroller tip... Hát ilyen újítás volt ugye ez a NEGCON controller, a Dual Analog, illetve a DualShock controller. Valamint a második részben viszont ugye tettek egy plusz játék módot a Knockoutot. Ami ugye itt régebben úgy működött, hogy amint ugye megtettél egy kört, akkor az utolsó helyzetben lévő autót kiejti. Ez nem igaz. Need for Speed 2-ben nem így volt. Hát. Hanem szépen mentél a versenyen, és aki utoljára ért be, a mit tudom én, mondjuk háromkörös versenyen, az kiesett. Vagy hát úgy. De lényeg, hogy körbe kellett mindenképp menni. Körbe kellett kétszer-háromszor, attól függ mondjuk melyik pályán mentél körbe. Meg. Körbe. Milyen feltételek voltak, és minden egyes verseny végén az utolsó helyezett autó, ki azon a verseny utolsó helyen ért be, az esett ki. Hát legalábbis így régebben ugye így működött, mert ugye a mostanság meg az van, hogy adott időn belül fog kiesni, aki utolsónak van. Igen, így visszaszámol egy ilyen bizonyos szakaszban, hogy ilyen téren... másodperc múlva. Igen, úgyhogy ilyen téren itt hosszabb volt egy kicsikét a játék. Úgyhogy... Igen, így elég hosszú volt egyébként a knockout. Alapban a tolmányt az sosem rövid, és akkor betették mellé a knockoutot, ami... hát hasonló a hosszú volt. De általában 10 vagy hányan indultunk el? Tehát mire azért az a 10 versenyző így kiesett. Na mindjárt megnézem. Mert így hirtelen én sem tudom, ennyire nem rémlik. Azt mondja, hogy hát például PC-s verzióban csak 9. Csak 9-szer indultunk el, vagy? Aha. Pontos számára már nem emlékeztem. De mindjárt megnézek egy PS1-est is. Ott meg csak 8. Tehát... ilyen változó volt itt is két konzol között, hogy... knockouton mennyien vannak. És annyi még ugye hát később ugye ennek is jött egy Special Edition változata, ami új pályákat, új autókat adott, valamint támogatta a Glide grafikus motort. Ami akkor egy újításnak számított.
No, és akkor ugye lépünk 98, illetve 99-re, itt most két Need for Speed játékot is említek, meg a Need for Speed 3 Hot Pursuit, illetve a Need for Speed High Stakes. És azért is gyakorlatilag ezt a kettőt egy függt alatt le lehet tudni. Igen, ugyanis van ugye hasonlóság a két játék, mint PS1-es, illetve PC-s szempontból. És szerintem akkor vesézzük ki a PC-s verzióját, hogy ugye mi a hasonlóság, hisz azért, hát volt egy pár. Tehát, mint ugye például az, hogy ugye mindkét játékban lehetett ugye mint rendőrként is menni. Valamint ugye a Need for Speed 4-ben például már Need for Speed 3-as pályák is voltak benne. Igen, végre oda voltak pöttyintve gyakorlatilag. Hát igen, ugye belerakták a Need for Speed 4-be. Már ugye a 3-as pályákat is, úgyhogy azokat is újra lehetett játszani. Akkor néhány ugye játékmód szintén megegyezett. Annyi ugye a 4-ben volt egy plusz játékmód, ilyen kupa ment, ami annyi volt, hogy ugye végig kellett menni, lehetett fejleszteni az autót. És például a PS1-es változatban arra emlékszem, utána volt, hogy ha végigmentél kupán, akkor kaptál ilyen teljesen felújított Porsche-t. Például az ilyen volt, de mit tudom én, teljesen felújított McLaren, meg ilyen hasonló volt. Például egy ilyen atomra tuningolt Chevrolet Caprice rendőr. Tehát, hogy mit tudom én, volt ilyen aranyfelnie, meg motorháztetőn kilógott a motor. De ez ugye ez PS1-es verzióban, PC-sben viszont nem tudom, hogy ott hogy volt. De én szerintem a 3 és a 4 alapból is elég sok mindenben hasonlít egymáshoz. A menüje alapján is ezt mondanám. Hát... A menü is eléggé hasonló volt. Hát legalábbis az ugye... Az autóválaszték is, rengeteg olyan autó volt a 4-ben, ami a 3-ban is szerepelt már. Grafikailag is igazából, nem mondom, ugye persze, bár... megegyezett, de hasonlított nagyon. Volt valami, amit ugyebár mondtál felvételen kívül, hogy az Ital Design NASCAR benne volt a PS1-es verziójában a Need for Speed 3-nak. Igen, igen. És nekem még egy dolog eszembe jutott, ami benne volt a PS1-es verzióban, de a PC-sről hiányzott, és ha én jól emlékszem, a PC-sben nem volt olyan, hogy bemutatja konkrétan a pályát, hogyha megnyitod az infóknál, hogy egy nem, kép... Nem volt. Hát például a PS1-es verzióban, hogy képekkel megmutatta. Az nem volt. El is magyarázta egyébként. A loading screen, tehát a töltőképernyő is más volt a PS1-esben, igen, mint a PC-sben. De... A PS1-esben az autókat mutatta, uh-huh, meg a pályát. Igen, ugye, ugye a 4 esetében meg ugye pont a... Nem is tudom. De ott meg csak a izét mutatta, a térképet. Mint töltőképernyőnél. Egyébként úgy kíváncsi lennék, hogyha kiadnának egy új Need for Speed-et, és mondjuk egy Need for Speed 3-at így HD kiadásba, az úgy milyen lenne? Vagy igen, például a... Például a Need for Speed Porsche 2000-et, mondjuk a PS1-es kiadását, mivel az sokkal jobb, mint szerintem a PC-s. Igen. Ahogy gondoljátok, nem tudom, nekem inkább a PC-s. Én a PC-set jobban preferáltam, mint a PS1-eset. Nem tudom. Úgyhogy nekem a PC-s az meg is van, játszottam is vele, de akkor láttam a PlayStation-ös változatról, azt mondtam, hogy szerintem ez sokkal jobb. Hát, én ez az, hogy én viszont ugye kipróbáltam, és azt kell mondjam, hogy az irányítás egyszerűen borzalmas. Hát a PS1-en ezzel volt az irányítás, az igaz, de... Még PC-sen meg egész könnyen el lehetett vezetni, végig tudtam csinálni a pályát, és akkor inkább az élvezetesebb volt, mint a PS1-es. De egyébként hozzá lehet szokni. Hát meg lehet persze, szokni, persze. Persze, hozzá lehet szokni, igen. Mert ez azért nem az a nagyon rossz irányítás igazából. Igen, hát itt nem egy truckerről, vagy nem tudom miről beszélünk, ahol aztán tényleg olyan irányítás van, hogy Csak ugye a PS1-nek megvan az a sajátossága, hogy ugye akkor még teljesen más voltak a grafikai viszonyok, és nem csak a felbontás volt kisebb, hanem ilyen szemcsésebb volt igazából a kép, ugyebár a régi CRT-ték hatására, és nem igazán érezte az ember a sebességet azon keresztül. Úgyhogy a féktávokat így belőni azzal a grafikával érdekes volt.
Ezért ott kihívás gyakorlatilag az egész. Mondjuk nem gondolom én, mert én is mondjuk már izén játszottam ugye CD monitoron. Úgyhogy igen, hát ugye, ugye régi CRT monitoron, ugye ezt játszani, hát, na. Amit én eddig úgy hívtam, hogy segges monitor annak idején. Hát régen, mert elég, így is eléggé széles, meg nagy. Ugye megjelentek ugye az LC monitorok, és akkor tényleg azok vékonyak voltak, és nem volt az a nagy bumszli szarat, úgymond, bocsánat, a végébe, és azért, hogyha ilyen hatalmas nagy valaga lett volna a monitornak, és én ezért neveztem el így korábban. Na hát ugye még annyi ugye új, vagy hát újítás, na izét akartam mondani, ugye a hasonlóságot például ugye mindkét játékban ugye látni ezt a, ugye ahogy látod ugye a térképet, a sebességmérőt, meg a ilyen hasonlókat, ugye a PC-s verzió esetében is ugyanaz, de a PS1-esnél is. Amin néztem ugye, hát PS1-esen úgy csináltak meg, hogy kicsikét ilyen látványosan ugye lehet látni ugye a mutatót is, ahogy a mutató megy, a, ugye megy lefele. Az ő kicsikét látványosabb volt. PC-s esetében meg... hát meg ugye tele volt nyomva konkrét körbe a képernyő már így... ugye térkép meg a ilyen vackokkal. Ja, meg hát ugye ez... Viszont egy dolgot felejtettünk el a 4 esetében megemlíteni, amitől viszont sokban különbözött a 3-tól. Ugye a Need for Speed 4-től jött elő ez a... hogy mutatja ugye fönt egy kis kijelzőn, hogy milyen állapotban van a motor, a felfüggesztés, hogy mennyire van összetörve az autó, ilyen sérülés mutató gyakorlatilag. Az a 4-ben jött be, a 3-ban még nem volt, a 4-ben az megjelent, és a Porsche-ban is még használták. Utána emlékeim szerint a Need for Speed Hot Pursuit 2-ben már nem volt ilyen. Már nem tört ott az autó. Vagy nem sérül. Igen, mert ezt elfelejtettük hozzátenni az elején, hogy azért ez nem egy olyan játék volt, ahol így az autótörésre nagyon rámentek volna. Igen, ugye később. Ezért az ember olyan bugfenceket megcsinálhatott, hogy gyakorlatilag minimum 3-an bennégnek az autóba, kigyulladt, stb. Minden így fele történik. Itt meg csak felfordul, aztán mind a büdös bogár visszafordul, meg tovább. Ha jól tudom, a Most Wantedbe tért vissza úgymond a törés úgy, hogy betörik az ablak, aztán annyi. Vagyis berepedezik. Körülbelül igen, ugye aztán meg a későbbiekben már viszont azért előfordul. Hát, ugyebár a Pro Street-től kezdett el törni, hogy igazán az autó, de hát a rojátékra majd később lesz szó. Ujjajjajjajjaj, esernyőket elő, mert ott olyan köpködés lesz. Hát elég, és utána még a Shifthez is. Főleg, hogy ilyen szimulátoros múlttal én nagyon utálom azt a játékot. Hát és csak azt tudom tanácsolni a hallgatóknak, hogy most állítsák meg a felvételt, és rohanjanak ki, akár hogy az, nem egy esőkabátért. Ha nincs a lakásban, akkor pedig ecseri piac, hogy valahol le kell szaladni, a legközelebbi ruházati üzlet, ahol lehet vásárolni egy üzlet, nem is kell ruházati üzlet, elég egy spárba bemenni, vagy egy Tesco-ba, de rohanjatok, mert itt tényleg... Perceken belül monszun eső lesz. A parkettás lakásban értek, akkor egy lavrot tegyetek magatok alá, vagy nem tudom. Főnázol, főne puposodjon a parkett, vagy szőnyegezzétek az egészet. Lavort. Lavort, szerintem ez... Mindegy, de most ebben nem menjünk annyira bele. Tehát ezt mindenhol másképp mondják, ez pont egy olyan szó. Na jó, még egyre, még ott se tartunk, úgyhogy... Még ezzel igen, ennyire, de még ennyire ne kapkodjunk. Készüljenek föl, készüljenek föl. Amondó vagyok. Na nem tudom, mondjuk a Porsche-ndlésről most nem beszéltük túlzottan. Porsche-ndlésről... Pedig megéri hát, arról beszélni. Hát akkor... Egy speciális részéről beszélünk a Need for Speed-nek, mert ez volt az egyetlen egy olyan, amelyik egy automárkával... Tehát egyetlen igen. Egy már automárkával foglalkozott, mert hogy az összes többiben több autó szerepel, több márkának a igen. Képviselői. Itt csak Porsche autók szerepeltek. Itt a tournament volt, ugye karriermód is ugye elég érdekesen volt felosztva, hogy volt egy klasszikus kor, egy aranykor és egy modern kor. Hát, ha jól tudom, a PS1-ben volt még egy olyan motor, hogy Factory Driver, az nem tudom, benne volt a PC-ben is benne volt. Az sem volt egyébként egy rossz, de az nagyon szívás volt igazából az a játékmód. Aztán a PS1-ben is jól meg lett oldva ez a
Régi klasszik, modern, meg a már Golden Era, ugyebár. Aranykor. És igazából, amit mondott egyszer egy másik youtubers, ami én is kiszeretnék emelni, hogy igazából azt sajnálom, hogy az alapjátékban, ugyebár hogyha gyors versenyt játszasz, akkor nem tudsz a ebben olyan játékmódban előkerülő pályákon menni. Én azt úgy hiányoltam a PS1-es verzióban, hogy például volt háromféle versenypálya, ugye olyan épített versenypálya, és azokból csak a modern érába lehetett menni. Modern érából valóba. Ja tényleg, elfelejtettem, hogy tulajdonképpen itt is. Itt már normálisabban tört az autó. Egyébként. Igen, azt még mondom, hogy még ott ez megvolt, és utána vették ezt ki. Vagy a High Stakes és a Porsche Challenge után lehet, hogy azt mondták, hogy ne, inkább ne törjön. Hát nem is tudom, igen, mert ugye... ezután történt az meg a Porsche Challenge, hogy... Mert hogyha megfigyeljük, akkor... Ugye... Rengetegszer hallottam azt az új játékok esetében, ugye mindig mondták, hogy ez is ugyanolyan, mint a régi, meg itt miért kell évente kiadni. Kérem szépen, ez régen is így volt, hiszen a 2 az 97-es, a 3 98-as, a 4 a High Stakes 99-es, a Porsche az 2000-es. Tehát ott is szépen egymás után évről évre jöttek a játékok, mégis meg tudtak újulni, mégis változatosak voltak. Tehát nem ezen múlik. Viszont ezután volt az, hogy egy év kimaradt. Ez ugye 2002-ben jött a következő. Igen, 2002-ben aztán kijött a Hot Pursuit 2. Az EA Black Box-nak a játéka volt. Ugye elsőként ezt Xbox-ra, GameCube-ra, PC-re, illetve PS2-re adták ki, ez ugye amikor már itt szélesebb volt is a konzol. Gyakorlatilag az utolsó olyan rész, amely nem az underground világból való. Hosszú ideig legalábbis, igen. Hát ugye itt is ez tartotta ugyanazt, mint a harmadik résznél volt, hogy rendőrökkel lehetett menni, sportautók, ugyanúgy országutak, csak ilyen, hát itt is ugye egy kicsikét azért kitaláltabb volt, és azért egy-kettő helyen azért látni lehetett az ilyen jellegzetes észak-amerikai tájakat, tehát mint például, amikor ilyen erdőrengetegbe kellett menni. Igen, viszont azért az úgymond karriermód, hogyha idézőjelben mondom, hogy karriermód, az azért egy nagyon hosszadalmas dolog volt. Erjelénk, egyszer ki is számoltam, hogy ha jól tudom, akkor 66 darab esemény van, amin végig kell menni, és abból nem egy, az tournament. A több verseny van, tehát nagyon sok időt elkezdett tölteni, hogy te azt megcsináld, ugye, mert két ilyen ágrajz van gyakorlatilag a normál tornamentes, amikor csak verseny van, illetve a Hot Pursuit-os változat, amikor rendőrök is üldöznek. Na hát ott nem egyszer, majdnem leadobtam a billentyűzetet. Hát igen, úgyhogy azért a 2002-ben jól meg tudták nyújtani a játékot. Az volt a rossz, hogy nem egyszer volt, hogy mentél mondjuk egy ötkörös versenyt, és egy kör legalább két és fél perc volt. Nem egyszer 15 perces versenyeket kellett menni, és mondjuk ezt képzeld el egy tornamentbe. Uh-huh. Egy 4 versenyes tornamentbe, és akkor 15 percig mész egy pályán. Gyakorlatilag egyetlen egy eseményt csinálsz egy órán keresztül. Még a Porsche 2000-hez annyit hozzá szeretnék szólni, hogy ott elég érdekesen volt megoldva a Quick Race-nek a pályái, mert ott nem normálisan nevük volt a pályának, hanem országonként volt felosztva. Például lehetett menni Japánba, Németországba. Ha jól tudom, aztán nem tudom pontosan, talán az USA-ba is. Erre én már nem emlékszem. Mert így volt az felosztva a PS1-es verzióba. Az azt most, hogy én is tudom, mert PS1-es verziót meg is játszottam végig. Nekem meg az volt az első a Porsche 2000-be. A PC-s egyébként el sem tudtam indítani valamiért, mert mindig kidobod az asztalra. Az jó. Akkor azzal nem sokat szenvedtél. Nekem a bárondal az fordult csak elő, hogy mentem a versenyen, tök szépen haladtam.
tudom, lehet, hogy én kanyarodtam rosszul, de így elkapta az autó hátulját, kiment a feneke, megforogtam, azt el is vezettem az első helyet. Ezt én azt hiszem háromszor megpróbáltam, és abba hagytam az egészet, és mondom, na jó, szórakozzál azzal, amivel egy idős vagy. Hol? Na, annyi még ugye, hát ha úgy nézzük ugye a Need for Speed szériát, most ugye a mostaniakat is nézve, konkrétan a Hot Pursuit 2-ben volt utoljára Ferrari. Mi volt a kedve utoljára? Hát Ferrari. A Shift-ben is volt, nem? Shift-ben is volt. Ja, de abban volt DLC-nek, és utána most így a Rivals-be hozták vissza. Tehát hivatalosan a Hot Pursuit 2-ben volt utoljára Ferrari. De ha jól tudom, pont itt volt a... Nekem ez még így fel se tűnt. Hatom, pont ebből volt a vita a Ferrari és a Need for Speed között, hogy nem akarták a Pro Street-be azért belerakni, mert nem akarták, hogy a Ferrari-kat törjenek szét. Hát igen, játékba. Pont ez volt az izé. Hát eleget összetörnek végül is a való életben is, mert időnként olyan vezetik azt, akiknek így hát nem biztos, hogy jogosítvány is kéne adni a kezükbe. Igen, úgyhogy igen, a Ferrari esetében, vagy hát így mi esetünkben nem tudjuk, hogy a Ferrari miért nem. Adta, egy ilyen magyarázatnak tűnik, na. Hát eléggé, pedig igen, tényleg megnézzük a való életet, és csak itt Magyarországon hány Ferrari-t összetörnek. És még ki tudja, hogy a világban mennyi pusztul el, úgyhogy na mindegy. Igen, aztán ez ugye a Rivals-be hozták vissza, és pedig a Rivals-be is össze lehet törni a Ferrari-t. És mégis lett. Hát, hogy megbékéltek a gondolattal, nem? Valószínűleg. Na mindegy. Ugorjunk tovább. És Most azon gondolkodom, hogy a Ferrari gyárban sírva fakadnak a szerelők, mert egy virtuális Ferrari-t összetörtek egy játékban? Lehet, hogy igen. Igen, lehet, sok osztások történnek. Igen, meg viszik a vödröket, gyűjtik össze a könnyeket, és akkor oda viszik majd az Electronic Hearts-nak a székházához, hogy tessék! Ezt műveltétek velünk! Itt van 10 liter könyv! Megnéznek egy végjátszás, körbeülnek egy laptopot, és utána zuhanyba mennek el sírni. Igen. Összetörnek véletlenül egy Ferrari-t, a játéka van. Ez olyan, mint hogyha elkezdenél gyászolni egy olyan embert, akit egy videójátékban lőttek le. Gyakorlatilag a maffiában végig csak azt csinálnád, a GTA-ban, amit még voltak. Tényleg, igen, másnap mennél, tudod, ilyen fekete karszalagba, és akkor mit, hozzátartozó? Hát, Tempeni biztos uram, GTA San Andreas, hát, most mondanak, hogy te hülye állat. Mert most az jutott eszembe, hogy amit a legtöbbet gyászolni szoktak a játékosok, az a kifagyás utáni elvesztett pár órás játékmenet. Az is szépen igen, de ott igazából az nem ilyen magadba burkolózó és szomorú időszak, hanem ez ki a... Ki tudja? Ilyen gyakorlatilag olyan hangtartományban való üvöltés, ahol már csak az üveg reped. Majd utána... Betörik a monitor. Hát igen, utána egy enyhe ütést érzel valamelyik öklödön, utána valamelyik lábadon. És itt próbálsz minden, amit a kezed ügyébe kerül szétzúzni. Majd a végén pöröksz 2-3-at, mint a macska, mielőtt le akar feküdni, és így elhasalsz a földön. Nyilván. Jó, hát nem kell komolyan venni, persze, de nem így történik. Próbáltam kiszínezni. Színeszerúzákkal járok a világba, próbáltam egy picit így kiszínezni a történetet. Jaj, színeszerúzákkal jársz a világba, mi? Átrajzolod a közlekedési lámpákat, hogy mi? Igen, lent van a piros, meg fenn a zöld. Gondolj bele, így... Igen. Jelnek az emberek így az autóban, a volán mögött. Ez valami rossz vicc, vagy tudod, sárga, piros, sárga és megint piros. Jaj, nekem meg eszembe... Sárgánál mehetsz. Eszembe jutott valami, amit az egyik közvetítésnél mondtam neked a Hot Pursuit 2-vel kapcsolatban, hogy ugyebár van olyan pálya, ahol tulajdonképpen egy vulkánon felfelé kell menni, és... Igen, és ugye a lábolt átfolyik a láván. És hogy a francba nem olvad oda a rohadt kerék egyébként, ez mindig próbáltam kiigazodni. Te gyakorlatilag meg is állhatsz ott. Igen. Jó, hát akkor még...
nem volt ez ennyire kidolgozva. Lehet, hogy mondjuk picit több időt foglalkoznának, akkor lehet, hogy ezt most már megcsinálnák ilyenre. Azt én is értettem, hogy rohadt hosszúra sikerült egyébként az a játék, pedig én nem az nagyon kezdtem bele a tournamentbe. Én azonban, hogy mind a kettőt megcsináltam, és a végén már azt éreztem, amikor már láttam, hogy oké, utolsó versenyek, és mondom, csak ne tournament, ne tournament. Azt tournament, már haraptam szét a saját öklömet. Megnéztem, mondom, adj be megint 8 versenyt, az anyád úristen, itt gondolom, ott van, mondom, jelen, lesz, akkor nem akkora. Nem, nem az, de mondom, 15 perc egy verseny. Hát elalszok majd a gép előtt. Mire végérek, egy verseny. Végül is, hogyha azt nézik, hogy már szimulátorokban is rendeznek 24 órás futamokat, akkor... Need for Speedben 24 óra ez, tehát... Hát végül is a Gran Turismo-ban már megjelent. Meg előtte is. Úristen, kajak teljes 24 órás? Aha. Jézus, a Gran Turismo 4-ben vannak ilyen endurance versenyek, hogy 24 órás futam például. Jézus, a Lösártai pályán, meg a Nordschleife-i pályán. Nem játszom. Na, hogyha azt egyszer fölveszed, és fölrakod YouTube-ra, akkor én megtapsolok. De akkor közvetítek melletted. Hát, hogyha veszel nekem egy PS2-t, ami normálisan is... Na, ez hülyen jött volna ki. Hogyha veszel nekem egy PS2-t, akkor én végigjátszom neked. Igen, közel mit tudom, ilyen felvőkészüléken vagy összekötöd, és engem majd megcsatlakoztam. A szokásos telefonos megoldással. Ja, igen. Egy 24 órás streamet le is tudsz tolni, addigra már összegyűlik egy kis pénz. Igen, adakozzunk. Adakozzunk, igen, úgyhogy... Ja. Szegény gyereknek, akinek nincs jobb dolga az életében, mint hogy egy 24 órás verseny letoljon 6, nem, egy ilyen alapítványt kell majd csinálni, hogy... adakozzunk a 24 órás virtuális versenyek agykárosult részére. Kap be a fasz. Ez az adója egyszer szerékkel voltam. Mert teljesen normális ember még most, még mielőtt elkezd, és utána majd nézzétek meg, hogy milyen lesz 24 órás verseny. Eszembe jutott valami, ezt a képet gyorsan meg is mutatom erről az adója 1%-ával a cuccról. Na, jó van. Közben akkor utána a következőre nyomezzük meg. Közben ugorjunk szerintem. Ugorjunk. Tehát 2003-ban aztán a Need for Speed széria átment utcai stílusba, az Underground, ugye megjelent, itt is ugye az EA Black Box adta ki 2003-ban, PC, PlayStation 2, meg Xbox-ban, és ugye pont az volt a lényeg, utcai stílus, atomra lehet tuningolni az autót, olyanra, amilyenre akarod, éjszakai környezet, csak versenyzés, barangolás, és kb. Ennyi az egész. Szexi elindító néni, akit nem lehet elütni sajnos. Tényleg, igen, ez a... mert szerintem mindenki megpróbálta már elütni egyébként. A az már Carmageddon lenne szerintem. Pont azt akartam, de a Carmageddonban az működik. Igen. Csak ott mindig azt utálta, hogy esetleg én hátul indultam, tudod, akkor már kinéztem, vagy igen, leengessek azt a kockázat. Azt igen, és akkor állat, és akkor mit csinál? Ellenfél, előttem egy előti. Igen, és az ellenfél egy puf rákanyolik, mondom, szórakozzál a franc. Na. Itt viszont nyugodtan el lehetett, át lehetett rajta ugye menni gyakorlatilag. Hát, ja, az lazán átment az autó. És ő is várjál, mi volt a neve a városnak? Nem tudom. Olympic City, megvan. Közben egy izé Wikipédiáról kikeresem. És mehetünk is utána már 2004-re a Underground 2, ami full ugyanaz. Hát annyi különbséggel, nem. Hát annyi különbséggel, hogy raktak bele SUV-ket is. Azokat is lehet tuningolni. Hát az Underground egy... Az engem sose fogott meg az a játék igazából. Én azt egy unfair játéknak tartom egyébként. Azt már mondtam korábban, hogy mindig akkor volt keresztforgalom, amikor ugye te mentél, és már nem tudtam erre, mert utolsó pillanatban húztam elét. Én a Test Drive 4-re tudtam ezt mondani. Melyikre? Test Drive 4-re. Az is. A San Francisco, pályán így repülsz, pont bele, és kapuf. Aha. Meg Tokyo a másik. Ott is van egy ilyen rész, amikor így jönnek át az autók, és akkor puf, mondd be eléd, mennyi, mondom. Amúgy nálam nekem, tehát a Need for Speed Underground 1 esetében az volt a legviccesebb, hogy még az első pályát sem bírtam kivinni. Meg akkor drag verseny volt, ugye ott, amikor te magad váltasz, hogy annyi a különbség, hogy te magad váltasz, nem automatice. És volt olyan, ami egy vasútállomás környékén végződött,
vagy legalábbis úgy, hogy egy vágány után volt a cél. És nem egyszer eljátszotta, hogy már látod a célvonalat, már látod ott a vágány, és puff, be egy vonatot eléd, és... Igen. És akkor két-három próbálkozás után az ember rájön, hogy ja, mert ott van egy ugrató, és akkor tök mindegy, mert betolja a vonatot, tempolja be, át tud ugratni, és kész. Ja. És tudom, amikor már ott van benned az, hogy igen, már ökrök, már repülnek a levegőbe, megnyerted a versenyt, és puff, az utolsó pillanatban még jól átgázol rajtad a játék. Az nagyon kellemetlen. Na, ezt már ugye egyébként az Underground 2-ben nem igazán láttam. Hát nem, mert igazság szerint pont alig volt forgalom. Épp hogy láttál... Gyakorlatilag ki volt halva a város. Igen, tehát hogy épp hogy láttál egy taxit, épp hogy láttál egy... mit tudom én, milyen izé... furgont. Jó, de figyelj, nyugodtan nézzék körbe mondjuk 2 óra fele Budapesten éjszaka. Ahogy sincs sokkal nagyobb forgalom. Ja. Hát itt meg teljesen ki van halva, úgyhogy mindegy. Hát mondjuk itt Budapesten hajnali 2 felénk, ahol biciklitolvajokat látod. Igen, én egy biciklit kit se hagynám. Na. Úgyhogy, hát nem is tudom, még talán egy picit ugye grafikailag volt. Az volt az a játék, amivel a legtöbbet játszottunk. Hát a Need for Speed, ja igen, ugye az Underground 1, meg a 2, de főként inkább a 2 az volt az a... Én az egyen nem sokat játszottam, én az félrehajítottam. Szóval, az Underground 1-ben nem lett volna elég az, hogy a 111 versenyt kell teljesíteni, végítsed a játékot, és hát nem egyet, hogy újra kell próbálni. Én emlékszem, hogy... Az Underground 2-ben azt hiszem közel ilyen 400-at kellett megcsinálni, vagy mennyit, mert játszottam, már több napon keresztül, nem tudom hány órát beleöltem. És az olyan, mert a statisztikát könnyedén meg lehet nézni az NFS 2-ben, az NFS Underground 2-ben, és közel 200 versenyt már lejátszottam. Nézem, mondom, már biztos a vége fele vagyok, már mindent kinyitottam, stb. Nézem, 50%. Hú, de hát igen, van, akkor ezzel se játszom most így hirtelen többet, mert elegem van. Hát izé én volt a Underground 2-ben, ami ugye volt, játszottam PC-n. Tanyi volt az izé, hogy nem szólt a zene, hát mondom, az egyszerűen fantasztikus. Valamint volt egyik haveromnak meg volt PS2-je, és PS2-n azt toltuk. Úgyhogy akkor volt, hogy életemben először PS kontrollert fogok és játszok vele, úgyhogy kicsikét érdekesen nézett ki a dolog. Jó játékkal kezdted egyébként. Hát igen. Úgyhogy viszont ezt nem tudom, hogy most hol van a CD-je. De... Ezért semmit nem tudnám mondjuk a PS1-ről, és akkor nem egy ilyen hát egyszerűbb játék, mint a Gex-el vagy a Toy Story részvel kezelve, rögtön be a Gran Turismo-t, hadd menjen a gyerek. Ülsz előtte. Hát most Gran Turismo egyet és egy kicsikét most megizzadt az... alattam. Nem tudom, hogy panelházban laksz-e vagy sem, de még az alattad lakó is megizzadt. Biztos, igen. Plafon átnedvesedett annyi ezért víz ki a magadba. Konkrétan engem úgy szivatott a játék, hogy így... Az. Vagy itt is az lesz majd, amit jön a... Anyádék úgy álltak mögötted ilyen felmosó vödörrel, meg felmosó rongyal, hogy... Meg így, várjál, gyere, készüljünk föl, a gyerek megint Gran Turismozik, és majd álltak ott a... felmosó rongyal. Ja, tényleg láttam is azt a videót, hogy próbálod csinálni a... Hogy is érkezd licensz teszteket. Igen. Amúgy, emlékszem, ez most megint kitérő lesz akkor, amikor a fekete Mazdával mentél a... Grand Volin, és az első kanyarban mindig kicsúszott mindentől az autó, arra emlékszem, hogy apám a folyton ezzel küzdött. Hát de már rohadjon meg, tehát így megyek, elengedem a gázt, és így kicsúszik. Hát mondom, nem igaz. Igen. Úgyhogy igen, ez egy jó szenvedés volt. Na. Akkor közben akkor haladjunk tovább. Undergroundot kiveséztük. És hát 2005-ben újra visszatért hát ugye a rendőri téma, de hát ugye városon belül. Need for Speed Most Wanted. Ugye megjelent PC, PS... várjál, kapaszkodni! PC, PS2, Xbox, Xbox 360, Nintendo DS, PSP, Nintendo GameCube. Kaputelefon. Micsoda? Kaputelefon.
Kaputelefonra, ja. Egészére. Karórára, mi? Igen, de még a kaputelefonra is meg is lehetne csinálni. Még mindig fölcsöngeszt, és akkor várjál, lemegyek, nem olyan kaputelefon lenne, hogy beengedtem, hanem csak megnyomod, hogy megérkeztem, jó, lemegyek, titom, addig játssza, és akkor kimész egy... Még lejön valaki a tizedikről, mert addig játszol egy versenyt. A pizza futár ezt fogja csinálni. Igen, megeszi a pizzát közben, mire leér. Vagy elejti. Kiszállítottam. Ja. De szerintem ekkor érte igazán a fénykart. Ez a csúcs. Szerintem azóta se csináltak ennél jobb, mint Force Speed-et. Igen, ugye ez volt az, hogy eléggé jó témát raktak össze, tehát ugye a nagy rendőrüldözések, tehát annyira látványos volt, hogy jöttek, mint az őrültek a rendőrök, és ugye itt is ugye ilyen körözési szintet kell, ugye hát ugye léptél túl. Fekete listát csináltál ugye az elején. Ugye a fekete listát is ugye csináltad, ugye 15 emberből állt. Mi ez a kicsikét így, hát hosszúnak nem igazán mondhatom, az eléggé könnyen ki lehetett játszani, mert hát megcsinálsz néhány versenyt, ugye amennyit ír a játék, hogy mennyit kell csinálni, hogy egyetlen a fekete listáshoz elmenje. És utána ugye a fekete listásat is megcsinálod. Hát viszont igen, ugye voltak ugye azon belül is ugye hosszabb részek, meg van amely kicsikét nehezebb, tehát amikor mit ugye, tehát ami kifejezetten rendőrüldözős küldetés volt, akkor azért a rendőrök elől elmenekülni, azért az izzasztó volt. Igen, ez nem olyan volt, mint Need for Speed 3-ban, hogy elkánkáztál mellette, és gyakorlatilag utolsó tudott érni. Hát itt igen, itt konkrétan vagy az volt, hogy még éppen jött a kis egyes körözési autó, meg ez a nagyon ratyi, és akkor az üldöz mögötted, aztán meg már a hármasnál, meg aztán már jön a kisebb SUV veled szembe, aztán már jön a böhöm nagy szar. Igen. Ha jól emlékszem, a maximális körözöttségnél már a cross üldözték ez. Igen, utána aztán nem tudom. Ez így épülne fel akkor, hogy az utolsó körözöttségi szinten kamionokkal kéne, hogy üldözzenek. Jaj, vita. Abban azért Team Six-es taxis játékban. Abból is kamionokkal üdöztem már a játékosban. Úristen. Hát várjál, mondjuk ez volt az, hogy a 2012-es Most Wanted-ba viszont szvatos kocsi jött. Utolsó előtti körözettségi színe meg ez ilyen Bigfootokkal, ilyen Master Truckokkal üdöznének. Hát figyelj, ez a marha nagy SUV, ez már tényleg felért egy Monster Truckkal. Küldök egy parodiát egyébként a Most Wanted-ra, mert ezt valahogy kiparodizálták. Hát tényleg ezt mondjuk ennem felejtem, hogy volt ilyen, hogy a utolsó küldetés, ugye amikor menekülni kellett, és akkor csak hogy belehajtok a benzinkútba, felrobban minden, kírja, hogy cross ki van nyírva. Hát mondom, az igen. És visszajön majd legközelebb. És visszajön, igen. Már nem, aztán egy idő után nem láttam. Úgyhogy... Ezt érdemes megnézni egyébként, ez a paradiát, hogy kurva jó lett. Na akkor ezt is azért... Annak ellenére, hogy mekkora disztrájkot kapott. Emlékszem, ez is egy olyan Need for Speed volt, amit nem tudom megvégig csinálni. Én végig csináltam, vagy háromszor. Emlékszem, a legtovább, amíg elvittem egyszer, az a... Fekete listán a negyedik helyezett. Aztán ott így letettem, és... Mert meg hülye voltam, és egyszer így... Jó, lepülünk egy-két játékot, amit már rég játszottam, nem akarunk már játszani. És az is közte volt. Biztosan elszembe jutott, hogy ezt lehet, nem kellett volna megcsinálni. Hát most így nézem ezt a videót. Nagyon bírom ezt a videót. Ahogy lerobban az autó. Ez kurva jó. De jön írva, hogy a te autód, mintha nem lenne egyértelmű. Igen. Úristen, Daraki! Annyira rosszok, mert imádom. Valami baj van az autód, de ja, főrobban gyakorlatilag. Igen. Aztán jön ez az idióta főrazol. Hogy néz már ki? Jaj! Ilyen picike kis ilyen falfirka, hogy egy pompáló csak így oda lenne dobva a falra. Igen. Még ott a zene alatta. 15-es listék, hát egy nagyítóval kell nézni. És üdei kanon. Anon. De a legelső, hát ez kurva jó.
Most ha lehet boss fight-nak nevezni, mert ez inkább verseny. Ahogy jön ez a japán kisávból a Suzuki-jával, ha jól emlékszem. Nem Suzuki volt, izé volt, Volkswagen. Golf vagy? Tán Golf volt. Akkor rosszul emlékszem, már nagyon rég játszottam végig. Ahogy neki megy. Jó van, ezért. Neki a kandellábernek, jó van, ügyes. Te azt mondjad, akkor rendőrök és a dolgok is neki mennek. És azért a rendőrautó is földön. Igen. Aztán egymásra egy T-betűt alkotói. És megnyerted. És az utolsó ott van, hogy... Jaj, de ez is... Ez össze fickálja, igen. Igen. Itt van, nagyon elege lenne belőle. Igen, ez a nyerjen már vissza az autóm, aztán hadd ott van a Porsche Carrera GT, amire kurva jó hangja volt. És leroppan az autója az orsnak megint. És megint. Előfordult most vele itt. De egyszer utoljára beállt azért, hogy kírják, hogy legyőzve. Meg az utolsó üldözés. A rendőrök ellen. Igen. De az a zene alatta. Hogy felborította? Nem, de a sétapálcát úgy felborították azért. Igen. A villanyoszlopot. Hogy szedte ki maga azért... alatt? Hátul, hogy puff, hogy... És igen, kiszedte a lámpáról lefele. Ajaj. Ez nagyon jó ez a videó. Az igen, puff. Azok az ütközési hangok. De komolyan. És így menekülnek. Igen. Itt a végén ez a... Itt egy drogos ott ül a sör mellett, nem tudom. Igen. Ez nagyon jó volt. Igen, mint amikor a Half-Life-ot is megcsinálták ugyanígy, hogy a Half-Life 60 másodpercben, vagy 30 másodpercben, és azt mondom, ennyi volt. Gordon Freeman, Gordon Freeman, Gordon Freeman, Gordon Freeman, mert ugye ebből állt az egész. Na. Közben. Na, következő. Következő, akkor 2006-ra ugrunk Need for Speed Carbon. Én innentől kezdve kezdtem érezni egyébként a lejtmenetet. Igen, mert mondhatni ugye a Need for Speed Carbonnak a témája teljesen ugye az volt, mint a Most Wanted. Igen. Történetben csak volt sok. Más, meg ugye a környezetben. Nagyon rövid lett. És nagyon rövid nagyon. Lett viszont, és, de teljesen ugye az volt a izé, tehát és ez volt a izé, ugyanaz volt a zene a rendőrüldözésnél is, tehát mint a Most Wantedban, teljesen egy is ugyanaz volt, ugye az ilyen versenyek is teljesen azok voltak. De... Volt egy nagy újdonság méghozzá, pedig az egyik csapattárs, akinek háromféle csapattársad lehetett, ugye, akivel húzatod magad szélárnyékban. A másik, aki tulajdonképpen kilöki a csapattársaidat, a versenytársaidat. Aki és... húzatod, igen, a fogadat. Fogd már be. És volt egy harmadik, amire nem emlékszem, hogy az mit adott. Az most jó kérdés. Én sem emlékszem, hogy ez mi volt. Hát illetve az volt, hogy izé, hogy lehetett választani, és úgy felépíteni a csapatot. Volt ilyen, hogy például valakitől meg kellett szabadulni, és akkor annak a helyére kellett berakni az ember, tehát ilyen... Igen. Emlékszem, az a kis csajci a Ford GT40-nel milyen... Vagy az nem lögdösött? Arra már nem emlékszem, az talán húzatott. Már nem emlékszem arra. Nem, várja, egy faszi volt, aki a szélárnyékot adta, azt hiszem a dagadt csávóra nem emlékszem, hogy ez mit csinált. Talán az lögdösött. Ja. És a csajra nem emlékszem, hogy mit csinált. Kínaira. Milyen jó csapat, nem? Hogy a faszi, a dagadt, meg a csajszi. És egyébként az érdekessége, hogy például Xboxon játszottam végig, és ott nem volt ilyen fejkamera a kanyonversenyeknél, amikor 1v1 betoltátok a... tulajdonképpen a... Nem a francokat. Volt. Nem, így nem volt. Volt. Én azt nem láttam. Volt.
Nekem nem volt, amikor én játszottam vele. És ebben biztos vagyok, hogy nem volt. Én találtam. Hát, tehát üssétek egymást érte. Hát, aki megnyeri a harcot, annak van igazad. Menj már haza! Nem tudom, nekem, hát Xbox-os változatban nekem volt. De nekem az Xbox klasszikon volt. Ja, hát klasszik, ezt mond. Hát de, nem mondta, hogy 360 hátban. Baszd. Na mindegy, jó, akkor igen, tehát klasszikban akkor lehet, akkor nem volt, de a 3... a csövest az Audiban. Őből a nagy csapat. Nem, az ellenfél volt amúgy az Audiban. Igen. Csak upasz ki, ez tényleg nekem se jött eszembe. Várjál. Annak valami hülye neve volt. Ez vagy akár egy ilyen szuper csapat jelleg. És tudom, milyen csoportos vilás. Várjál, mindjárt kikeresem. Mert alatt a szuper csapatok a zenéje. Na lássuk. Ja, Darius. Darius, jaja. Mihály Csepszki. De legalább ezt jól megfogalmazta, hogy az a csöves az Audival. Milyen jó a csöveseknek, hogy Audival mászkálnak. Meg R8-asban. Baszki, ugye én is... New Yorkra szokták mondani, hogy az a lehetőségek városa. Emlékszem, hogy amikor elrontottam az egészet, és megpróbáltam a Mazarik széttel legyőzni azt a csövest. Nem tudtam egyébként. Nem is tudom, várjál, milyen autóval próbálkoztam, de úgy jól megizzadtam vele, hogy... Jó. De az egyébként zavart, hogy nem lehetett kilökni a AI-t a pályáról tulajdonképpen, nekünk legalábbis, kanyonban. Várjál, mert én egyszer összehoztam, hogy kilökdöstem a pályáról, tehát valahogy amikor sikerült. Hát volt már ilyen, amikor ő megfogta magát és kirepült. Akkor csak az Xbox klasszikon volt ilyen betombol a AI, vagy mi? Ja, úgy néz ki. Mert se 360, se PC kirepült. Nem volt. De azt hogy értető magátok, így az, csak így eszébe jutott, hogy megmutattam. Ó, vasalót meg bedugva hagytam. Nem, ez a az meg bekapcsolva maradt a sütő. Az meg, nem mentem le teljesen, és a bolt meg 5 perc múlva zár. Most elküldtem, hogy mind a négy boss tulajdonképpen kirepül a pályáról. Tessék. Yeah. Jó, igaz, ezt nem tisztán ért el, mert ha jól látom, speedhacket használ, aha. Olyan szép nézni, hogy Baki kimegy a pályáról. Ja, hát elég ízé. Benyomta a speedhacket. Lucky. Sőt, még laggol is, tehát úgy... Igen. Egyre jobb. És tényleg így kirepül. Szétesik a játék alatta gyakorlatilag. Inkább elkölök egy értelmeset. Itt csak Wolf kereseli ki magát. Nem baj. A Lamborghinivel, aminek még ma sem tudom kimondani a nevét, vagy ez Gallardoval megy? Murcielagoval. Az sose tudtam kimondani a nevét annak. Mert a osztálytársai mosóban már nevezték Murcielagónak és minden ilyesminek. Igen, az sajnos egy olyan, amit úgy nem nagyon... Egyzett meg az ember, mert mindenki, hány ház annyi szokás, ugye, igen. Tartja a mondás. Hát, úgyhogy én kimondtam, hogy ott láttam. Nem alapból se tudja pályán tartani, ahogy látom az autót volt. Hát egyszer, hogy neki megy a falnak, kétszer neki megy a falma. De ennek ellenére meg gyorsabb is, mint te. Gyorsabb, mert nem is tudom, várj egyetemivel, vagy Imprezával, vagy mert nem tudom, hogy nem láttam teljesen. Nem. De amit tudok, hogy a kanyon versenynek nagyon tetszett általában a zenéje. Igen, az marha jó volt. Azt legalább tényleg jól tudottáltak. Hozzá kell tenni, hogy a Need for Speed Hot Pursuit 2-től indult az el. És én ezt most megtudtam, mert én időközben, itt a hallgatóknak mondom, mert én már azért tudtok róla. Én az egyik zeneszerzővel, Saki Kaskasszal, tehát, hogy írásban egy interjút, aki az első négy Need for Speed-nek csinálta a zenéjét részben, mert ott dolgoztak azért mások is. Éreztem, hogy mondom, ez mi miatt valósult így meg, hogy egy idő után átálltak arra, pontosabban az EA átállt arra, hogy különféle zenekaroktól
vásároltak meg licenszeket, és rakták be az ő zenéiket. Ahelyett, hogy bizonyos emberek gyártottak volna saját zenéket, egyedi zenéket a játékokhoz. Azt mondta, hogy azért, mert hogy már annyira jól ment az ilyenek a szekere, hogy ezt megengedhették maguknak. És sajnos így meg, hogy az ő munkájuk az veszélybe került, mert ugye nem volt már rájuk szükség. Így ezért van az, hogy egy idő után a Need for Speed zenék is átváltottak ilyen különféle zenekaroknak a zenére. Ahelyett, hogy sajátságos zenéket gyártottak volna hozzá, soundtrackeket. Amit én sajnálok. Nekem meg a karbonban itt el kell mondani, hogy amikor üldözéseknél rámentél a szöges, nem tudom, szöges ottak mondják azt, vagy... Az, vagy hát gondolom arra szöges akadály. Akkor tovább tudtál menni. Most van itt be nem tudtál viszont. Hát most van itt be nagyon nehezen, de karbonba is elég nehezen lehetett menni vele. Igen, de ott el tudtál szökni, viszont most van itt bajol. Jó, nem tudom, nekem igazából, ha jól emlékszem, azonnal vége lett a... Mi az üldözés? A korábbiakban is. Igen, mert az régebben is előfordult, hogy 3-ban is. Ja, hát tényleg 3-ban, 4-ben például volt szöges, és ott is az volt, ott azért, hogy ott, na ott viszont tényleg megszívtad, mert ott annyira nem lehetett vezetni az autót, konkrétan le is állt. Aha. Igen, az ott rögtön még csúsztál néhány métert, jó, szikráztál. És igen, és konkrétan szevasz. Olyan videót találtam, ahol a karbonba az autónak csak a tuningolt váza látszik. Hát jó van. Látod kell. 628 km/h. Aha. Az igen. Gondolom ezt se tisztán. Ezt hogy ért el? Gondolom csalással. Így száguld az kabrióval. Úgyhogy nem is ülsz benne. Igen. Hogy csak a váza van meg. A virág hiányzik belőle, igen. Virág gimnázium. Ja. Ez is irége, igen, 628 km/h-val szágolt, hát. Egyébként ugyebár, ami még a karbonból egy újítás volt, hogy a tulajdonképpen a térképnek egyes részei mindaddig más bandáknak a fennhatósága alatt volt, ameddig le nem győztük a fő-fő köcsögöt, úgymond. Úgyhogy tulajdonképpen ki tudtál hívni másokat versenyre, hogyha oda mentél, meg innen ilyesmi. Hát igen, mert az volt, hogy valakinek a területére mentél, akkor az micsoda, az volt, ugye azt versenyt csináltad meg. Ugye ez akkor az emberek, hát annak az embernek a embereivel. De úgy, hát itt is ugye az volt, hogy ugye azt hiszem, ha megállított a játékot, és ugye a nagy térképen nézted meg, akkor látszódott. Tényleg egyébként a Carbonnak a PC-s verziójában maximum hány ellenfél lehet? Hát azt látod, nem tudom. Szerintem mert ilyen 4 környékén, nem? Szerint... Hát én a videók alapján sokkal többet láttam. Több? Ó, várjál! Több mint 10-et láttam én a videókban. Tehát 12 van. Az jó sok. 12 volt, igen, ez visz. Egy visszaemlékezve a korábbiakra, ugye mindig ilyen 4, meg talán azt hiszem 6 volt a legnagyobb. Igen. Legnagyobb szám, ami így előfordult, hogy egyszerre 60 versenyeztetettek, és akkor már hú, de sok. Ja, nem, a speciális versenyeken az Underground 2-ben azt hiszem, hogy 8-an indultatok, vagy 6-an? Nem tudom. Amikor Underground... versenypályán, épített versenypályán, ott 6-an? Szerintem igen. Okay. Egyébként emlékszem, hogy a Need for Speed Carbonnak még van egy baromi jó zenéje egyébként, ha jól tudom, az egzotikus autóknál lehet ezt hallani. Igazából a készítőjének a nevét nem tudom kimondani. Majd valaki helyette megcsinálja. Írd le, és akkor megpróbáljuk. Közösen összerakunk. Lehet, hogy így ki lehet mondani, hogy extract, vagy nem tudom. Extract inkább. Extract. Jó. Tőle lehetett hallani a Belt című zenét a egzotikus autók alatt.
Meg mondjuk ez is egy érdekessége, hogy is sorolta már be a autókat talán a Most Wanted-től kezdve. Exotikus, mi ez egy koktél, vagy mi ez? Na, te fejedből lesz koktél. Hát mondjuk már hány csoportra volt? Koktélokat, a ételeket itt úgy szoktak hát, exotikusnak nevezni. Volt a... Volt a muscle, az exotik és a... Meg a sima ilyen normálatok, mint vele a street talán, valami ilyesmi volt. Jó. Vannak az exotikusak, vannak a szuper jók, meg vannak a hétköznapi szarok. Várj, amikor így néztem az előadót, így rögtön így most találtam zenét, csak nem tudom, hogy az-e, ami... Elküldjem, amelyikre gondolok. Várjál. Én ja, találtam. nem az, amit mondtam. Jó, összekevertem a kettőt. A belt az máshol szól. Az Induction Kitnél van az a zene. Melyik nem? Induction Kit az a neve a zenének, amit most elküldtem. Ja, az. Ha? Ja, tényleg! Nem oh, Street volt a neve annak a fajtának, hanem... Tanner, igen. Közben nézem, amúgy van itt nekem elmentve egy ilyen oldal, ahol a ilyen Need for Speed-nek a zenét ugye itt összegyűjtik. És akkor itt is le van írva, hogy ugye az Exotichoz tartozott a rap, akkor muscle, a rock és a Tanner meg az elektró zene. Uh-huh. Ó, várjál! Közben csak egy kérdés. Igen. Yonder Boy az milyen származású volt? Az ki? Thunderboy. Csoda. Yonder Boy. Várjál. Leírom. Azt hittem, hogy Thunderboy. Nem. Yonderboy. Nem tudom. Nem akarok, mert itt magyar zászlót tolt be. Létezik? Fogarasi László az a neve. Akkor nem. Igen. Van a Dr. Fogarasi László. Miért ki az? Mert benne van, mert van a izé, karbon van egy zené. Nem mondod. De. Melyik? Na mindjárt rád dobom. És azt szeretem, mert ez tényleg marha jó szám. Írnak-e róla vajon a... És tényleg itt van, hogy 13 éves korában 1993-ban kezdett el komolyabban foglalkozni az elektronikus zenével, de már kisgyermekként is játszarozott a hangokkal a Commodore 64-esén. Úgy... Ő is korán kezdte. Igen, jó egyébként ért, hogy miből lesz a csörebogár. Elképzelem, mint otthon így nyomkodta a Commodore 64-esét, anyuka meg nem értette, mi baja van a gyereknek. Sőt, azt nézem, Test Drive Unlimited-be is tett be, van zenéje. Úgyhogy... Ez a Junkie XL, annak mennyi zenéje van a játékokban? Van! Jól emlékszem, hogy pont ilyen játékzene szerző. Hát mert például egy Xbox klasszikus játék a Quantum Redshift például az ő zenével volt tele. Én nem is tudom már ennek hány zenéje van, baromi sok. Aha, húra sok. És hát már számon tartani valószínűleg. Szerintem nem is akarja. Lehet, hogy ő se tudja. Csak csinálja. Na jó van, haladjunk tovább, szerintem. Aja, akkor viszont esernyőket kinyitni. Na most kezdődik. Eső kabátokat. De még jön az undercover, nem? Nem, az utána jelent meg, az ja. 2008-as és 2007-ben jött. Mondjuk ki együtt, ti is ott a hallgatók köreiben. Need for Speed Pro Street. Hát nem sikerült, Post. Egyszerre nem most. Én ezzel letudtam, Kámo. Ez ott a vipla így a végén. Elkezd érekelni, de Need for Speed Pro Street Push. Igen. Na hát magyarán tényleg az volt amúgy. Hát... Úgy nézzük, tehát... Őszintén szóval, amikor én PC-n játszottam vele kormánnyal, és én azt vettem észre, hogy egyenesben megcsúszik az autó, gondolom rám szart egy madár, vagy a gumimra szaladt egy teknős béka, vagy nem tudom. Egy varangyos, nem igen. Nyálkásabb. Igen. És hirtelen megcsúszik a lófasztól az autó, neki megyek a falnak, szanaszél, török, minden. És totál kár. Igen. Hát figyelj, nekem a legjobb élményem, tudod mi volt, amikor így
elindítom a játékot, furra szaggat, mint az atom, megyek egy versenyt és totálkára semmitől. Éppenség, hogy alig van valami karcolás, és kiírja egy totálkár, mondom. Egyébként. És így mondom, hogy apa, ez a játék hibás, kész. Emlékszem, az osztálytársam pont azért akarta megszerezni a Pro Streetet, mert benne volt a Bugatti Veyron. Egyébként én itt azt olvasom a Wikipedia szócikknél, amit a Pro Streetről van írva, hogy ugye vegyes érzelmeket váltott ki a kritikusoktól, és hogy például a Game Informer és a GameSpot írta többek között ezt is, hogy az autók irányítása az abszolút nem realisztikus. Hát itt van, amit te is mondtál, hogy a semmitől gyakorlatilag megúszol. Hát hogyha én a játéktesztelő lennék, és valahol érne is valamit a véleményem, például Wikipédián kiírnák, akkor inkább olyan értékes adtam volna neki, hogy kellett volna már negatív számokat is bevezetni az értékelésben. Egyébként érdekes, hogy jó, mondjuk tényleg van egy ilyen, hogy bizonyos edőkorra nem lehet annyira nagyon rosszat mondani, mert ezek alapján, amiket itt az emberek elmondanak róla, ti is, meg akár szólalom, ehhez képest a OneUp.com az B pluszt adott neki, ugye itt az amerikai osztályzatok szerint értékelés van. A GameSpot a 10-ből 6,5 pontot adott, a GameChillers az 7,7-et, az IGN 6,9-et, a Game Rankings 69%-ra értékelt a játékot, a Metacritic-en pedig a 100-ból 70 ponton áll. Hát még akkor azért mondjuk úgy, hogy még azért kapott jó értékelést, csak... Hát igazából a grafika szép volt, a FreeROM-ot már nagyon sokan hiányolták már alapból, és meg aztán sok mindenkinek felvetődött a kérdés, hogy a Need for Speed hogyan kerül zárt pályás verseny pályákról, úgymond. Egyébként lehet, hogy pontosan ez az a tényező, ugye akik hallgatták a két adás ezelőtti műsorunkat, amikor az Invictus interjú hangzott, és ugye én ott beszéltem a Tamással erről, hogy kérdeztem tőle, hogy miért van ez, hogy gyakorlatilag majdnem mindig ugyanolyan Need for Speed-ek jönnek ki. Ugye mert, hogy nem akarnak nagyon-nagyon lépni, nem akarnak nagyon sokat változtatni. Itt szerintem ebbe beleszaladt az EA akkor nagyon. Hogy akartak változtatni, hirtelen egy radikálisabb változást akartak kieszközölni, és akkor hirtelen áttolták egy teljesen más stílusba a játékot, és hát így a visszajelzések alapján ez látszott. Bár ezt még utána elsütötték kétszer, szóval... Na. Akkor annyit... Ugyebár ezt már felvezettük, hogy ebbe a játékban már volt tulajdonképpen ilyen törésmodell, ami annyiban áll, hogy lehullanak az autóról dolgok. A máz gyakorlatilag elvén pattanak. Rászáll egy légy, és már konkrétan leesik mindene, tehát a... Igen. Tehát már konkrétan leesik az össz karosszériája, meg az ajtók, meg a minden, lerohad az egész, és akkor konkrétan már csak a csávó van a kormánnyal. De most azt hogy kell elképzelni, hogy így jön szembe egy légy, mint hogy egy ágyugójóval összékon lehet az autót középen, vagy hogyan? Körülbelül. Erről tudod, mi jutott eszembe fejen most, amikor mutattam az R-faktorba, hogyan versenyeznek a pilóták, akkor meghámozták magukat az autók, ugyebár. Ja, igen. Tényleg, ezt bevezessék fel, az nagyon jó volt, hogy aki esetleg ezt ki szeretné próbálni, rapid, ugyanis az 1992-es Forma 1-es szezon feldolgozó modból közvetített nekem aznap este jó pár versenyt, az is ugyanígy felvétel után volt emlékeim szerint. Igen. És Monakóban eljátszották azt, hogy az alagút utáni kanyar kombinációban, rögtön az elején a balos kanyarnál közel mentek a falhoz, és gyakorlatilag lebontották a saját autóikat, mert folyamatosan a borítás, nem is tudom minek nevezzük ezt a... Váz. A váz gyakorlatilag, igen, az lepattant az autó, a McLarennek a teljes hátsó váza lepattant, és a motor ott volt pucéran. Hát csak az orkub maradt ott, meg a hátsó szár. És akkor azt néztük, hogy egy idő után nagyon nehéz volt megkülönböztetni egymást az autókat, mindig ugye ilyen fekete is volt. Igen, lecuppant tulajdonképpen. Igen, és volt amelyiknek csak az oldaldobozáról szakadt le, volt amelyiknek teljes leszakadt. Várjál, erről... Igen, már azt kerestük gyakorlatilag a mezőnyben, akik megmaradtak a végére, nem estek ki, hogy ki az, aki még esetleg sértetlen. És aztán egyet találtunk ki a 20 versenyző közül. Igen.
De akkor erről fel is töltök egy képet, hogy majd lássák, ha nézők, és hogyha még valaki nézi. Reméljük. Hát mindenképpen. A képfeltöltést is, meg azt is mindenképpen remélem, hogy... Igen. Aj, de nem tudom kezelni Windows 7-et. Rendezés. Egyébként üre személyszer időközön magára talált nálam az internet, mert most már jól hallok benneteket, nincs akadás, meg semmi, az elején még volt. Hát, egyébként most azon gondolkodok, hogyha a Pro Street ekkora bukás voltak, akkor az Undercover után miért tértek vissza egy sokkal rosszabb Shift-nek elnevezett borzadája? Hogyha már egyszer gyakorlatilag citromba haraptak, hogyha használtam így ezt a kifejezést, utána miért próbálkoztam, hogy kétszer meg vele? Hát, nem tudom. Mondjuk, hogy ez is érdekes, ugye a 2007-ben ugye itt is ugye a Black Box csinálta meg a Pro Street-et. Akik ugye eddig csinálták ugye a... Hát ugye, tehát a Hot Pursuit 2-t ugye... Meg hát volt ugye a Carbont is például, mert ugye a 2005-ös Most Wanted-ot meg a EA Canada. Aki ugye meg eleinte az első két részt csinál, meg sőt a harmadikat is talán. Közben tök, hogy itt megy elmentő. Ja. Ja, hogy nincsenek róla képek. Tudod, megállnak a ház előtt, nem? És akkor még ott hát ott szárnám össze magam, ha itt valaki megáll. És direkt csak oda nyom párat neked. Igen, ott kezdél így trillázni, meg igen. A lépcsőházban már gyakorlatilag. Hát, sajnos nem fotóztam le ezt, úgyhogy... Kár érte. Hát... De tudja, hogy lefotóztam, mert emlékszem, hogy amikor Ausztráliába egyfolytában mentek ki a pálya szélére, én azt fotózgattam. Igen, semmi gond, esetleg utólag megtad, akkor úgyis lesz valóban töltve, ja. A leírásban meg keressétek. Ha nem találtok semmi erre utaló nyomot, akkor értelemszerűen rapidan nem talált ilyen képet. Vagy ja. Nem készültek, vagy egyszerűen csak így... Elnyelte. Hát, gondolom szó. Igen. Na viszont, ha már megjelenítettük az Undercover-t, akkor következzék az. Hát nem tudom, Pro Street-ben úgy igazából volt nagyobb újítás, mint hogy tönkre cseszték az egészet. Nein. Például versenytípusban. Az épp elég volt, nem volt neked az épp elég? Nekem na, több is volt szerintem a sok. Volt-e új versenytípus? Én most azon gondolkozok, mert szerintem volt. Nem igaz. Ja, tényleg? Hát izé volt drift verseny. Ez a sebességmérő, ez a... Speedtrappes, az mikortól jött? Az már volt korábban is ez a trap, hát az már volt de a mikor? Most Wanted-ba. Arra emlékszem ott vezették hát be először. Hát a Traffic Box verseny az ja, volt. Igen, a Traffic Box. Igen. Na mindegy, na. Igen, nem volt rossz, csak volt egyszer-kétszer, amikor pont olyan helyre volt beté, vagy előtte esetleg, ha nem figyeltél oda, akkor ütközhettél, és akkor igen. 90 km per óra nem sokat tettél vele. Hát vagy ez a éppen kanyarba tette a Traffit. Igen. Egyébként annyit azért meg kell jegyezni, hogy egész jó volt talán a zenéje a Pro Street-nek. De pont amíg itt a végén elkezdi dicsérni, hajjaj. Egyébként érdekes, hogy a Most Wanted után újra visszatértek az ilyen valódi előadók zenéihez. Tulajdonképpen ezt össze-vissza csinálják, mert például a Underground-ban is, például a Rob Zombie is közre játszott benne a zenéknél. Underground 2-ben is tulajdonképpen ez volt. Várjám. Nem tudom, mert a Carbonban már ugyebár jöttek az ilyenek, mint például Extract, vagy a, akit mondott a Lacek. Underboy. Aha. Úgyhogy érdekes, hogy a... Hogyan változott ez? Amúgy meg is, ugye volt, beszéltük a Junkie XL-t, hát vágod, original uh-huh. Soundtrack Pro Street-nél, tehát... Abba is ő van benne, ugye? Igen. DJ Sebo. Jött ja, volna Pro Street-hez. Teki aztán van így 8 játék, nem tudom ugye, mert hogy... Igen. Kaptafa alapján gyártott a Street Racer 2-ből. De egyébként emlékszem, hogy mekkora hype másikat. Volt a... Pro Street körül, hogy még a tévében Magyarországon is adták, hogy érezd át a valódi versenyzés élményét. Úristen, tényleg arra emlékszem. Várj, az Pro Streetnek volt? Aha, a Pro Streetnek volt.
Na egy ilyen lepukkan Mazdával. Reklámozták, hogy tudom. Ez ilyen lenne tényleg egy ilyen mitfosz vagyok relatív forgatni Magyarországon, és az lenne a kezdőkép, hogy benne valaki az ilyen mitterő hófehér lehúzott ablakos kodával, mint dinnyét, dinnyét, élvezze át. Ez a szanaszétvert Mazdával volt a promó tulajdonképpen. Hát figyelj, még a legnagyobb vizé az lenne az élmény, amikor így megy érted a zsűrű sportkicsivel, és akkor micsoda, és akkor hopp, el van törve a kerék. Kicsúszik az egyenesbe. Vagy kicsúszik az egyenesbe. Érkentelő az a... Azt hittem, hogy így a reklámnak a 30. másodpercből egy kiült az ablakon, hogy purinot akarvány, tessék! Ez szarul, mert akarom elő, hogyha abba szállítasz takarvány. Na, jó, ez akkor ezt betettem izébe. Leírásba. Na, de akkor most már... Ez a nagyon újfajta karrier mód megvalósítása a Pro Streetnek, ugyebár ilyen cuccon lehetett kiválasztani, hogy melyik versenyre akarsz menni, én ezzel nem tudtam igazából eleinte kiigazodni. Ha jól látom, ilyen a dirt... verseny. Ha jól tudom, ilyen már a dirtben jelent meg annó. Azután. Igen. De ez olyan, mint egy graffiti versenynek az eredményhirdetését látnak. Kávé. Akkor a bal oldalira 8 szavazat érkezett. Nem tudom, mivel lehet 8 pontot. Vagy a többi köpködést tartsuk meg a shiftnek. Hát így is hát lesz mit, igen. Van. Tehát most így is ugye most már az undercover kéne megbeszélni. De azért annyit még előre. Megmondok, hogy a shiftben olyan jó volt nézni, amikor az egyik kanyart egyik aj se tudta szólni, és folyton neki mentek a falnak. Uh-huh. Meg azt is bírtam, amikor megkilökött a pályára, és ugyanaz az a rohadjál meg. Jó. Na, tehát akkor 2008 undercover. A lényeg, tehát ugye az volt, hogy a Pro Streetnél ugye hiszti volt meg minden, hogy hirtelen álltak el erre, és úgy gondolták, hogy 2008-ban visszahozzák az eddigi színvonalat, amit ugye két évvel csináltak, de hát ez se sikerült túl jól. Hiszen... Itt a grafikával nem voltam megelégedve, mert ilyen hát 2003-2004 körüli. Tehát gyakorlatilag az Underground 2 és a Most Wanted szebbek. De ez volt az érdekes, hogy én is néztem annó az Undercover-t, és akkor már itt hirtelen akkor ugye jött a két magos processzor, öt... mi volt? Hát a több magos processzorok azért már régóta... Volt minden, mint a búcsúban, nem? Hát, de nem is, az csak ugye az a 2007-ben még nem számított. Uh-huh. Igazán. Hanem hirtelen 2008-ban kellett már két magos. Hát amikor a GTA 4 is megjelent, már akkor volt ilyen izé, hogy feltűnő, hogy két magosat kér minimumnak. Hát meg aztán a Crysis is olyan volt, nem 2007-ben. De ha jól tudom, a Grid is annyit kért már. Már is 2007-es. Hát akkor már ilyen 2007 vége fele jelent meg. Igazából, ha jól emlékszem, az Undercover-hez is hozzáadtak egy nagyon furcsa fényefektet, amiről már beszéltem az előző podcastbe. Itt is ilyen kékes effektet adtak hozzá, nem? Ez? Én úgy emlékszem. Kékes. Hát, most nem tudom, nekem inkább ilyen... nem is tudom, ilyen... rózsaszínes... mit tudom én... tehát fura volt. Hát az izé volt ugye a aszfalt, ugye az volt ugye csutka vizes volt, meg minden, és úgy lehetett látni ezeket. Mondjuk itt sokkal jobban néz ki, nem tudom, akkor én rossz grafikai beállításokat használtam volna, pedig mindent maximumra toltam, és nekem vagy a játék nem így nézett ki. Ennél sokkal randább volt. Nem tudom. Hát, ha médium volt, akkor esetleg még az. Nem, én mindent föl voltam. Mert megnéztem egyszer, amikor te csutka love grafikára vettem, na és az a elsírom magam, hogy néz ki. Driver 3, pontosan. Gyakorlatilag ilyen izével baltával faragták, nem vagy a grafikát meg. Úgyhogy nagyon rotyin nézett ki. Tehát én azt tudtam mondani, hogy a PS2-es se szépen, szebben nézett ki. Amúgy ez is mekkora, hogy még 2008-ban még támogatták a PS2-t. Azért ez úgy fura volt. Az elég hát, hosszú életű konzol volt. Igen, mert itt is, tehát ugye... tehát később csinálták meg a PS2-es portját. De az Xbox-tal is ez volt igazából. Az Xbox 3... Ja? Az Xbox 360 is ilyen 2005 körül már megjelent, ha jól tudom.
7500. És akkor is megjelentek meg játékok klasszikra. Igen, mondjuk még ugye izé... Hát akkor ugye még az a jó, hogy mint ugye azért mostanság ment, hogy azért next gen, de azért megy az előzőre is. Hát ugye itt is már most kezd kimolni a... Jó, de hogyha belegondolunk, itt van az például, hogy a Rivals-t is még kiadták Xbox 360, és az 2013-as, tehát akkor az Xbox 360 is hosszú életű volt. Hát igen, tudom, az... a PS2-t azt néhány éve zárták le véglegesen. Igen. Hát igazság szerint ugye Need for Speed-et már utoljára Undercover-t adták ki PS2-re, és utána már nem. Hát igen, mert azt meg a proszétet már PS3-ra is kiadta, sőt a karmat. Egyébként nézegetem itt a dolgokat is, hogy például az Xbox 360-ban egy 3-magos CPU volt, ahhoz képest mekkora ugrás az, hogy a Xbox One-ban már 8 gigás van. Hát, de szerintem egy 8 gigás AMD processzor van, és szavaz igen. Körülbelül, tehát mert ha úgy nézzük most egy PC szemmel is, hogy egy AMD 8 magos processzor, az egy... Várjál, 8 gigásot mondta? Lehet. Gigásot nem, mondta. Nem mondtad azt, hogy 8 gigás processzort mondtam. De. Aj, úristen. Hány komment fog most jönni? Van most be gyorsan, hogy hülye voltam, mert én legalább nem írnak tovább. Nem. Akkor... Ennyi. Nyugodtan lehet, akár az ő csatornáját szórjátok tele szeméttel, hogy hülyeséget mondott egyszer. Vagy az övét, mert szereti a Wolfsáncét. Igen, lehet hozzá menni panaszkodni. Én szeretem a Wolfsáncét. És már azt már többször kijátszottam, mint a Wolfenstein-t. Igen, ezt a Wolfenstein, a Return to Castle Wolfenstein-t egyszer sem játszottam még végig, igaz a többit sem. A Wolfsáncét meg már vagy háromszor. Na, tessék hozzá menni inkább. Én nem mondtam hülyeséget. És? Én hülyeséget csinálok. Az már más. De az rosszabb. Hát attól függ, figyelj, hogyha vagy a mazoista mindén, hogy szereted azt a játékot, akkor neked igazából semmi bajod nincs vele. Hát a Undercover tulajdonképpen nekem teljesen az jutott eszembe, csak hogy visszatérjünk a témára. Nekem teljesen a Mustang így jutott róla eszembe valamiért. Hát meg konkrétan olyasmi volt ugyanúgy, hogy így lehetett szétzúzni az izét, a környezetet, és akkor kinyírod a rendőröket, meg mit tudom én, jött az SUV szembe veled néha napján. Nem meg mindig, mert inkább szeretett mögötted kullogni már. Ez nekem pozitívum, hogy azért így a prostit után visszaálltak erre, ami úgymond ugye bejövős volt korábban. De más se volt túlzottan bejövős, mert nekem is ez volt azért, hogy hát ugyanaz a témája. Igen, ez viszont már azért nem az, szóval ez a 22-es csapdája. Aztán megint megpróbálták ugyebár a szimulátorokkal, és akkor átérhetünk a shiftre. Hát azt hiszem. Én ezt egyetlen egyszer kipróbáltam, azt mondtam, hogy ennyien a franc vagy. Körülbelül, tehát szerintem mindenki így volt vele. Egyszer kipróbáltuk is, a köszönjük szépen kategória. Ez olyan, mint amikor belenyúl, vagy jó, hát a konnektorban nem nyúl bele az ember, nem olyan hülye. Olyan csináltam még gyerekkoromban egyszer, hogy nem tudom, lenyűgözött az, hogy ott ég a villanykörte, és én hozzányúltam puszta kézzel, és ugye megégette a kezemet. Én ott a kezem mondta, hogy ez tűzforró, ez nem nyúlunk hozzá. Nem tudom, ez 4 éves lehettem körülbelül, vagy mennyi, szóval ugye, amikor az embernek még ennyi lik ki, annyira az értelmi szintje. Azóta se csináltam ilyen hülyeséget. És akkor itt is ugyanezt éreztem, hogy belenyúltam a tűzbe, fájt egy picit, de többet nem kívánom. Na, közben az azért, hogy ugye ezt a Slightly Mad stúdiót csináltam meg. Akartok-e tippelni, hogy a Slightly Mad stúdióban mai napig most mit csináld? Na. Atyaisten, jól látom? Na, erre kíváncsiak én is. Hogy nézd Project meg. Cars. A mai napon ugye hírhíresült Project Cars, amit mai napig nagyon tolják. És mondják rá a pozitívumot ezerrel. Igen. Na, erre mondták azt, hogy csalódás volt a játék, mert... jobban hype-olták a Project Cars, mint amilyen jó lett valójában. Nem, ezt mondták, hogy ez jó lett. Ez én amit láttam videókat, hát én azt mondtam, hogy többet vártak Project Cars-tól. Nem tudom, mit várnak ennél többet, mert azért nagyon durran így is.
Tehát micsoda, tele van pakolva annyi versennyel, meg multiplayer eventtel, meg minden kis tökömmel, hogy nem tudom, mit kérnek még többet. Nem tudom. Én erről is ezt hallottam. Tudom, sokan lesznek, rakják tele Forma 1-es autókkal aztán. Egyébként ez érdekes dolog, hogy ezt ők csináltak. Én ezen csak úgy csodálkoztam, hát, hogy úgy... Az a Need for Speed Shift-et csinálták meg, és most csinálták ezt, ez úgy erős. Mert emlékszem, hogy a Shift-tel akkor nem foglalkoztam többet, körülbelül neki basznom a CD-t a falnak ezután az élményem után. Mikor kipróbáltam a Pagani Zondát a monzai versenypályán, és csak annyit veszek észre, hogy a két lezmó között a nagy semmitől kicsúszik az autó. Mondom, gondolom velem van a hiba, mindent feltoltam kb. Maxra, minden asszisztot bekapcsoltam. És ekkor már nagy meglepetésemre még a célegyenesben is kicsúsztam. Hát én már csak annyi volt nekem, hogy nekem rohadt unalmas volt itt időtlen ezzel játszani. De meg az volt, hogy pont a Shift 2-nél volt ilyen ratyiság, hogy amikor PC-n játszottam vele, tehát olyan jó fázis késése volt a játéknak. Az mindenhol megvan egyébként. Nem csak PC-n. Nem, izén nem volt nálam a 360-nál, nem volt. Nekem tudtam ott vele, is volt. Tudtam vele rendesen játszani, PC-n nem tudtam vele. Ott, oké, még kormányt is kipróbáltam, ott is olyan fázis késése volt. Én is kipróbáltam a Shift 2-n a kormányt egyébként. Ott kormányjal egyszer próbál meg, hát, ha úgy működik. Persze. Egyébként... Minden esetőségre fel kell készülni. Tudod, mi idegesíte fel, ami tulajdonképpen nagyon még a Shift 2-nél? Mi az, hogy a játék elején tulajdonképpen, ha jól tudom, nincs is olyan, hogy quick race, vagy hogyha van is, akkor csak a... Ha jól emlékszem, a megvett autóidat használhatod. Aha, mekkora az. Hülyeség már? Hogy én most komolyan szenvedjek ezzel a játék azért, hogy ne egy kibaszott Volkswagennel kell menjem, hanem valami erősebb autóval, ez most... Akkora hülyeség volt tőlük, és ezzel tulajdonképpen teljesen kisnyírták már az elején az egész játékot. Örülök neki, hogy a Shift 2-t nem, abszolút azt nem ismerem. De örülök neki. Az a neve neki, hogy a Shift 2 Unleashed, tehát... Láttam, igen. Mit eresztettek el tulajdonképpen, a fost, vagy mi? Kiöntött a... Nem tudom, hogy hívják. A teát valószínűleg kiöntötték az asztalon. Nem, ez az Unleashed, kb. Az a jelenet jut eszembe, amikor a South Parkba Kula bácsi, vagy a fost kiöntötte az utcára. Csapismából nekem. Ez jut eszembe róla, hogy Unleashed. Elszabadult a fos az egyszer biztos. Egyetlen pozitívum az... Az eszüket vesztették, hogy azt engedték nagyon szabadjára, na. Szabadságra lehet inkább akkor. Egyetlen pozitívum annak a játéknak, hogy tulajdonképpen jól meg van animálva a... tulajdonképpen olyan köszöntő animáció tulajdonképpen, hogy mennek fel az endurance autók az orúsba, az egyik felborul éjszaka, ott szikrázik minden, lófasz, végig kell nézned, ahogy forog a kamera. Ez szép és jó, hogyha nem 8-adjára kell végignézed, mert olyan kibaszott ideges, hogy azt sem nyomhatod el egyébként. Végig kell nézned, hogy felborul az orrusba, meg minden, bele kell nézned a szemgolyójába annak a rohadt pilótának. De szép szemed van, tehát... Igen. Meg ez, hogy tulajdonképpen... Most már amit... van, mi szabadult el. Most már tudom, hogy mi szabadult el. Rakodónál az indulat. Az. Elszabadult, igen. Meg hogy... Elvileg ezt úgy promozták ezt a Shift 2-t, hogy megkérték az egyik profi versenyzőt, hogy menjen Laguna Secán végig egy Corvette-tel, vagy talán az a Shift-nél volt. Ki volt az a profi? Egyrészt kíváncsi vagyok arra, hogy hányszor ment végig, másrészt kíváncsi lennék egy teljes körre tőle, mert csak összevágva láthattuk, ahogy ott tekergeti a kormány, meg nyomja a gázpedál, de alig láttunk a játékból valamit. De ki volt az a profi vezető, vagy profi... Nem emlékszem már annyira no-name, hogy szerintem... Nem tudom. Hát például várja, azt hiszem a... Kérdezik, hogy hol lett bajnok, megyei gokárt versenyen. Rákerestem a nevére, és valami teljesen gyenge sorozatot láttam, ahol kb. 20. lett egy folytában, minden ilyesmi. Aztán jött egy valódi profi versenyző, akik letesztelt, és a legelső, ami feltűnt neki így, mert ő használta a belső kamerát, ugye, amikor tulajdonképpen a pilóta szemszögéből nézik, nem csak a... Nem tudom, hogy lett ezt.
összehasonlítani, külső nézetből, nem? Nem, mert kétféle belső kamera van, ahol tulajdonképpen a pilóta feje le is követi a mozgást, vagy minden ilyesmi. Meg a motorháztető, uh-huh. nem? Vagy valami ilyesmi. Aha. És van egy olyan belső nézet, ahol tulajdonképpen a pilóta nem néz be a kanyarba, vagy nem látod a szemed körül levő részeit a bukósisaknak. És egy első dolog, amit megjegyzett a pilóta, hogy mi a faszért szédül be ennyire a pilóta attól, hogy valamennyi sebessége, egy kicsi sebessége neki megy a falnak. És mondjuk hát ha valaki, akkor ő biztos, hogy tudja, hogy igen. Te mi az az ütés, amitől jobban elszédül. Igen. Az irányítás meg jobb nem erő kitérni egyébként. Egy picit előbbre ugrottunk, mert most ugye így kihagytunk három Need for Speed-et, de mert ezekre gyorsan visszatérünk, de így akkor letudtuk egy fest alatt. Jó, de ezt már szerettem volna köpködni, hogy mekkora szar ez a játék, főleg, hogy a DLC pakban játszhatunk Monaco utcáin, amit teljesen idiótán neveztek el, mert nem vették meg gondolom a licenszet, meg nem is hasonlít Monaco-ra. Ez Racing Simulation 3 vagy mi? Lehet valami Monte D betűs kutyafasz volt a neve. Most elnézést kérek ezért a sok drágár veszélyért, de úgy utálom ezt a játékot, hogy az... Azt hiszem, hogy ez fos! De tényleg, ez az egy, ami elszabadult, legalábbis itt az indulatok, az most olyan azok elszabadultak. Legalábbis Rapido házatáján feltétlenül. Hát azt kellett volna látni, amikor én kipróbáltam kormánnyal a gépemen, hogy biztos legyek abban, hogy nem én vagyok a szar, hanem a játék. Még milyen jó lenne most ilyen archív felvételeket láthatnátok a Játékosok Podcast archívumából, és akkor ott látszik, hogy így ütlegeled a joystickot, majd kivetted a nemet, és így puff, így hozzá a falhoz. Nem, ezt már nem Xboxon játszottam, mert PC-n próbáltam ki kormánnyal, és mondom, ezért torrenteztem le ezt a játékot. Kb. Ez volt a véleményem. És utána van egy ilyen külső nézet a házatokból, és akkor azt mondják, hogy csak így repül ki egy monitor is. Viszi el a szél. A monitorom sokkal többet ér, mint az a játék. Jaj. Akkor egy picit ugorjunk vissza, hogy lenyugodjál. Igen. Igen, a Shift után jött az NFS Nitro. Nitro. Annyit tudunk róla, hogy Nintendo DS-en, illetve Wii-n jött ki, de kb. Ennyi. Észak-Amerikában, illetve Európában, tehát ugye, három napos különbsége, ugye 2009-ben adták ki. Majd aztán megjelent a Need for Speed Nitro-nak egy ilyen multiplayer változat a Facebookon. Itt is köpködhetek? Tényleg az, hogy köpés, hogy jobb, így leköped a monitorot. Amikor megláttam Need for Speed Nitro-ról egy játékmenetet, és láttam a betöltő képernyőt, hogy milyen alakok vannak rajta ezekkel az idióta rajzfilmes megszerkesztése, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani pontosabban. Ezt, amit Locsák úgy nevezett még a felvétel előtt, hogy gyerek Need for Speed. Mert ez az. Tehát most várjál, itt is látok egy-egy képet. Olyan jól néz ki, hogy ez a Lamborghini, hogy konkrétan a Lamborghini logó akkora, mint a fejem. Hallod? De, amin én először elkezdtem röhögni, várj, ezt a videót el is küldöm, mert ezt át kell érni, mert megint megtörtént, ahogy megláttam ezt a szarságot. Ez viszont az első Need for Speed, amit nem adtak ki PC-re. Hál' Istennek! Illetve jobb is. Igen. Várjál. Hány percnél is van ez, mert most elvesztettem. 2 perc 52-ig. Nem tudom, lapozni. Várj, én csak egy töltőképernyőt néztem meg, már ott érdekesen néz ki a dolog. A 2.32-nél ez a drift, ahogy kibassza a seggét az autó, meg ezek a effektek, meg ahogy nyomja a féke driftelés közben, meg ezek a fényeffektek, meg az a kibaszott nagy segg az Audinak. Igen, hogy akkora egynek is az Audi jelel, mint a fejem, tehát... Meg igen, amikor az volt a legviccesebb, amikor elő vagy, és akkor az izi egész világ ki van festve. Tényleg, hogy néznek ki ezek az alakok? Jó Isten! Komolyan, olyan érzésem van, mint amikor belövöm magam szarás közben, és belecsúsztak a budéba, baszki. Remélem, hogy ez csak egy szemléltető példa igen, volt. Igen, nem. De kb. Így érezném magamat akkor is, mint amikor láttam ezt először. Videó majd a linkben, vagy a leírásban található. Az a baj, hogy nagyon-nagyon sok jó Need for Speed nincs, hát lejuktassuk Rapidot, mert szerintem, hogy kezdjük elveszíteni ebben a mai adásban. Képzeljétek el, hogy tulajdonképpen amikor játszó például Counter-Strike-a, ugyanez
folytatódik le bennem, amikor egy orosz, lengyel, török, francia, német... Satöbbi. Egy csalók minden országban vannak, igen. Igen. Tulajdonképpen ez zajlik le bennem, hogyha ilyesmit látok. És mi ezt időnként szoktuk hallgatni, például egy felvétel után. Vagy mint itt a... Igen, meg amikor elkezd üldözni a rendőr, és elkezd villogni pirosan az autód, meg átmész fehérbe, átfesti magát az autód, meg villogsz, igen, meg... Sofőrhajol ki, nem is egy ecsettel, ilyen pentitivel ott elkezdi... Annyira hektikus ez az egész játék, mint a Downtown Challenge. Csak ezt nézzük a Need for Speed néven, tehát... Na mindegy, Rocky! Ennyit, akkor meg annyit hozzáfűznék ezt, hogy a később a Codemasters megpróbálkozott egy hasonló játékkal, csak az F1-gel, az F1 résztárszal. Azt ja, van igen. Is. Amire még nem is jöttek annyira negatív dolgok, mert poénosra lehetett venni benne a figurát, de... Hát ebben viszont nem látom, most az... elküldtem ezt a videót, ebben nem tudok semmiféle ilyen poén faktort találni. Hát nem. Mert ez inkább úgy néz ki egyébként, tehát, hogy adtak neki ilyen rajzszíves grafikát, amit ő teljesen hiteltelenné vált a komolyság. Igen. Mellette viszont úgy van megszerkezte az egész, hogy ez egy komoly autóverseny játék. Tehát saját farkába harap a kígyó. De az F1 résztárs pont ilyen poénos lett, mint vele egy Mario Kart. Konkrétan. Igen, az mondjuk... Mondjuk az önmagában már poén, hogy Bruno Senna a harmadik versenyen. Egy HRT-vel, ugye? Vagy? Igen. Igen. Meg önmagában is, hogy Bruno Senna. Azért nézegetem erre a Nitro-ról... Egyáltalán sose volt annyira nagyon. Jó. Nézegetem erre a Nitro-ról a képeket, egyszerűen sírhatnék, ha van tőle. Tényleg egyszer ki fogom vesézni, egyik témám ez lesz már. Ezen is jutott a Codemasters F1 játékai. Ott is lesz a meső. Oh, arra igen. Fel kell készülni. És nem csak a versenypályán. Igen. Behívják miattam a safety car, sőt piros zászlót csinálok én az egész Codemastersnek, hogyha tudnám. Igen, és másnap felszólító levelek ott azok a postádában, hogy legyen szíves vele közelebbi bíróságra befáradni. Igen. Küldök egy piros zászlót nekik a székhelyükre. vagy csak legyen szíves befáradni a Codemastersnek valamelyik helyi kirendeltségét. Majd köszintén, szóval nem tudom melyiket baszták jobban a Codemasters F1 játékot, vagy a valódi Forma 1-et. Ki tudja. Na, tovább futunk, akkor futunk tovább, igen, mert most már mondjuk nincsen, csak kb. Negyed óránk. Hát igen. De az teljesen, hogy túlhúzzuk de azt amúgy is azt mondtuk, hogy meg lehet, hogy tovább fog tartani. Hát, ez egy olyan dolog, amiről lehet beszélni. Szerintem még 3 órát, és igaz, hogy nem akarunk már szerintem kihúzni. Na, hát. Most mindenkit külön elkezdenék vesézgetni, akkor sokáig el lennénk. Na, hát akkor jó van, igen, és na, akkor azért menjünk tovább. Jött egy ilyen 2010-ben, hogy Need for Speed World. Annyi a izé, hogy konkrétan a kicsikét olyan a stílusa, mint a Carbonnak, annyi a izé, ez full multiplayeres játék volt, free to play, MMO racing game, és csak PC-re jött ki. Nem volt nagy lényege, tehát annyi, hogy... ment, ugye versenyeztél el, ugye más emberekkel, pénzt gyűjtöttél, tudtál venni kocsit, aztán azt később fel tudtad tuningolni, és kb. Ennyi. Annyi volt, hogy ugye volt, hát ugye az EA esetében ugye ez megszokható volt, hogy kértek egy kis pénzt, egy-kettő cuccokért cserébe, vagy hát legalábbis mondjuk úgy, hogy real money egy speed pontért, és speed, és volt olyan, hogy néhány autót csak speed ponttal tudtál venni, tehát nem volt ilyen in-game cash-es autó. Vagy hát... Igen, hát erre mondta szóval az ember, hogy vegye meg az, akinek imre az anyja. Igen, úgyhogy tehát volt ilyen, amikor olyan rohadt jó autókat tettek bele, és hát azt mondja, hogy speed pont kell, és mondom, az apád faszát. Még én sose jutottam oda, hogy játszok a Need for Speed World-en, mert... Ha jól tudom, le is töltöttem minden ilyesmit, de nem tudtam, hogy a faszom kell egyáltalán játszani rajta. Hát, micsoda, te, annyi volt, hogy csinálsz egy fiókot, aztán letöltöd és szevasz. Kb. Ennyi volt. Ugye volt kétfajta szerver, egy európai, meg azt hiszem egy amcsi szerver, csak ilyen hülye neve volt, ilyen Epix, meg nem is tudom,
Másik... még él a sorozat? Már vagy sorozat? Azt tudom, hogy... De a szerverei? Maga a szerverek. Nem. 2015. Nem? április 15-én megszüntették a szervereket. Az igen. Hát akkor egy másfél hónappal lecsúsztunk. Hogy vágyál? Nem annyira bánom. Nem, egyébként itt olyat is mit látok, most így miért rákerestem, hogy... Ja nem, bocsánat! Júli 14-én lesz majd. Várjál, igen, most olvasom, hogy amit mondtam időpont, akkor jelentették be, hogy be fogják zárni a szervereket július 14-én, úgyhogy még mert úgy játszik még vele valaki? Vannak még, akik játszanak vele. De már annyira kihalt konkrétan, tehát én is volt így... Nem is tudom, mikor vettem elő, 2 éve talán? Volt még elővettem egyszer, hogy na most játszok vele egy kicsit, és akkor ugye volt ilyen, hogy ilyen napi, ilyen kis küldetés, ilyen mission, hogy ugye gyűjts össze 10 gyémántot, kaptál abba a cuccot, meg mit tudom én, tehát ilyen pénzt, ilyen volt, tehát úgy... azért valamennyire poén volt, úgy íze ilyen, tehát tényleg ugye külföldi emberekkel is szórakozni, tehát ugye mikor ilyen külön rendőrözős verseny volt, az volt inkább a poénosabb, mint sem a sima verseny, mert a konkrét amikor ugye versenyeztél, akkor mi volt, hogy elkezd lögdösni, mint a hülye. Úgyhogy mondom, jó, akkor azt kihagyjuk. És akkor inkább ilyen rendőrözős csináltam meg, mert azt legalább lehetett tud tényleg kóba csinálni. És az még úgy élvezetes volt. De kb. Ennyi. Tehát nem volt olyan egy szám. Olyan ezután, amely megmondom neked, nektek őszintén, nekem tetszett. Következő? A Hard Pursuit. Nem régében, pár hónapja sikerült beszereznem a játékot, és kipróbálnom első ízben. Azt kell mondjam, hogy el tudtam vele lenni. Igen, tehát 2010... Ami meglepett. Tehát 2010-ben igen, újra előhozták a Hard Pursuit sorozatot, itt viszont már a Criterion Games nyúlt is bele. Ugye, és valamennyire ugye látszik is, tehát ugye aki tudja, ugye a Criterion Games az inkább ugye a Burnout szériában volt jártas, ugye főként a Paradise-ban, és itt is ugye azért is mondom, hogy ugye meg is látszik ebben a, ezen a részen, hogy belenyúltak, hiszen egy-kettő olyan tulajdonság benne volt, mint ugye ez a fékezve driftelsz, vagy ilyen, tehát ez az érdek, hát ez a ami ugye Burnout Paradise-ban is megvolt, hogy nyomtál egy sima féket, és akkor meg csak gázt nyomsz, és már farol az autó. Ugye nagy kanyarokat is tettek bele, valamint az ilyen lehetőség, hogy ugye menjél szembe a forgalommal, és akkor kapsz nitrót, vagy ugye kikerüled az autókat, és akkor ugye így növeled a nitrónak a szintjét. Kicsit összefésülték akkor ugye a két játéksorozatot. Úgyhogy igen, ilyen téren kicsikét így meg volt kutyulva, ugye hát volt ennek free módja, viszont eléggé, hát nem, kicsikét jellegtelen volt ennek. Inkább ugye a versenyek voltak itt a nagyobb, ami ugye a nagyobb élményt nyújtotta. Ugye itt szokásos rendőrüldözés tetőfokon. Tehát itt azért már, én azt tudom mondani, hogy itt még agresszívabb volt a rendőr, mint eddig előző részeknél. Viszont hosszú idő után itt te is versenyezhet, te is mehetél rendőrautóval. Igen, tehát... Tehát a Hard Pursuit 2 óta nem volt ilyen. Igen, tehát ugye... Pedig azért ott volt, mert a Most Wanted is voltak rendőrök. Hát igen, tehát ugye itt is az ugye lehetett rendőrautóval menni. Utána később, tehát erre is jöttek ilyen, hát na, DLC-k, viszont is itt volt egy kis haragudás a Electronic Arts-ra, ugyanis a DLC-ket csak PS3-ra és Xbox 360-ra voltak hajlandóak kiadni. Pedig ezek nem, tehát mondhatni azért elég jó DLC-t adtak ki, tehát adtak ilyen kis Porsche pakkot, akkor adtak ki ilyen szupersport pakkot, tehát hogy ugye Bugatti Veyron szupersportot ugye belerakták, tehát rendőri változatban meg versenyzőibe, akkor volt Lamborghini pak, és ez volt az ugye csak konzolra adták ki, és én is amikor ugye láttam, hogy úristen DLC meg minden, akkor atya világ, és utána amikor kiderült, hogy nem adják ki csak konzolra, akkor úgy ment egy soronyázás. A kutya gumit a pofátokba. De volt ilyen például, hogy YouTube-on ugye hirdettek ilyen, hogy eléri talán a nem is tudom, 1 milliós nézettséget, vagy megosztást, vagy valami hasonlót, és ez volt az izé, hogy mert akkor ingyen DLC-t kap mindenki, és ez volt az izé, hogy amikor
megtörtént az 1 milliós nézettség, meg minden, akkor ez volt 15 is kijelentették, csak konzolra adják ki ezt a DLC-t. Na ott volt aztán, ott volt a baromi nagy felháborodás, hogy mi az, hogy csak ezért izé, az én zsarolások. Hogy mi az, hogy csak konzol, meg minden, és utána úgy voltak vele, hogy jó, mivel PC-sek is nézték, ezért úgy voltak, hogy oké, megkapjátok PC-ben is ezeket az autókat, és azt mondtuk, hogy na azért csak már. Mindig ilyen van egyébként, ezt már észrevettem, hogy a Facebookon is hányszor, hogy jaj, csak egy like, aztán egy Zeppelin kapsz a végén majd. Persze. Vagy ne, csak azért, hogy népszerűsítsék egy bizonyos honlapot. Úgyhogy... Sajnos van, ahol ezt nem tudják másképp elérni, mert olyan érdemű munkavalószág ott nincs. Gondolom. Úgyhogy igen, úgyhogy itt a 2010-es évek kicsikét ilyen volt ugye a Hot Pursuit terén. Viszont azért el tudom mondani, én is ugye, én ajánlani tudom szintúgy. Tehát én volt a 2010-ben, amikor még E3-on is ugye beharangozták, és volt alkalmam még ugye 2010-ben, amikor még Pesten még úgy nevezték el, hogy Budapest Game Show, nem Play IT. Akkor volt alkalmam nekem is elmenni és kipróbálni a teljes játékot, és azt tudtam mondani, hogy jesszus úristen, ez atom jó, és vártam a novembert. Úgyhogy mihelyest aztán kijött, azon nyomban ültem le játszani vele, és azt tudtam mondani el, hogy egyszerűen baromi jó lett. Én ebben kellemesen csalódtam egyébként, tehát nem voltak túl nagy elvárásaim, tudván ugye, hogy milyenek voltak az előző játékok, meg ugye hát ekkor már azért így a Need for Speed sorozat, hát hogy is mondjam, tehát már nem abban a ditchben díszelget, mint korábban. Tehát én emlékszem rá, amikor gyerek voltam, hogy akkor, Need for Speed, ez zseniál, isteni sorozat, meg minden. Ami ilyesmi. És ma már azért nem úgy nézünk rá. És pont gondolkodtam rajta, amikor ugye jöttem vissza Ljubljanába, hát 7 órát ültem a vonaton, volt időm, aztán gondolkodtam gyakorlatilag mindenem, hogy nekem a legidősebb unoka öcsém 9 éves, ugye most már lassan majd tényleg abba a korba kerül, hogy csak elkezd majd ilyen játékokkal játszani sokat. Nem tudom, hogy vajon az ő gyerekkorában fog-e visszamaradni olyan Need for Speed, amelyre egy utólag tényleg úgy gondolt vissza, hogy nem csak ő maga mondja azt róla, hogy jó, hanem hogy a környezet is. Ezt már meglátjuk. Mert tartok tőle, hogy mostanságban ilyenek kijött, nem. Igen, tehát ugye itt is ugye jön még pár pofára esés, ugye következőleg, tehát ugye akkor volt, ugye beszéltük a Shift 2-t, amire jó haragszunk, és lett egy kicsikét még egy Durán. Bár én szerény véleményem szerint, én azt tudom mondani a Duránra, hogy amúgy nem lett volna rossz koncepció, tetszett a történet. Végigjátszottam már nem is tudom hányszor, most ugye a csatornámon is végigjátszottam, és ez volt, hogy ugye a történetet tetszett, viszont volt egy idegesítő része, amire nagyon is tudtam haragudni, amikor ugye ez volt az, hogy kimentél a pályáról, és visszadob. És eleinte úgy az volt az, hogy akkor is visszadobott, amikor igenis te vissza tudtál volna menni az aszfaltra, és azért is visszadob az utcsó checkpointra. Na most hál' Istennek viszont kijavították már annyira, hogy ilyen nincs. Tehát vagy csak akkor dob vissza checkpointra, ha ütköztél, és ennyi. Szevasz. Ha kimész a pályára, visszarak egy rendes pozícióba. Mondhatni, valamennyire oda, ahonnan elkezdtek kifele vándorolni a pályáról. Úgyhogy... 3 kilométerrel előtte. Hát... Körülbelül, nem tudom. Valahogy úgy. Tehát valahogy úgy dob vissza, tehát tényleg, hogy nem az, hogy vissza a checkpointra, és akkor kezd azt előről, hanem pályára teljesen visszafolytathatod onnan. Még így is ugye nekem is tényleg ilyen volt, hogy pozíciómat nem is vesztettem el, tehát ott voltam elől. Úgyhogy lényegében tűrhető volt a játék. Konkrétan ezért kapta a nagy negatívumot, bár annyit én tudok mondani, hogy ugyan grafikailag annyi, hát ugye bevezették ugye itt a DICE-nak a Frostbite 2-es motorját, és annyi ugye volt ez a marha nagy hype-olás, hogy úristen, tehát milyen a grafikája, hogy az a nagy világítás, ugye fényeffektek, meg ugye, hogy játszanak ugye a fényekkel, meg minden, hogy
mennyire jól néz ki. Na én most ugye megnéztem, és az azért, hogy jó, persze nem lett volna ez rossz, csak viszont a textúrát is javítottak volna, hát föl. Tehát ugye használtak volna rendes textúrát, mert ilyen volt, hogy konkrétan pixeles volt a néhány grafika, tehát, vagy hát a textúra, tehát a kocsinak a belsején is annyira tisztán lehetett látni, hogy nem volt kidolgozva. Az igen. De ez alapban hülyeség, és hogy volt a grafika alapján ítélik meg. Hát, most úgy, de jól néz ki, aztán utána jártam, ez olyasmi, mint hogy mondjuk lehet, hogy sétálsz az utcán, és azt mondod magadban, hogy az milyen jól néz ki az alány. Ő szép, formás, ütömén, ápol, gyönyörű szép külseje van, és oda mész hozzá, és elkezdenél beszélgetni vele, első itt hány mondatába belehint jó néhány, az meg ott, meg nem tudja normálisan kifejezni magát, és rákérdez, hogy ez totál hülye. Pedig van ilyen. De közben meg ugye a jó kinézete miatt ugye népszerű, vagy nem is tudom, akár az is lehet, így a férfiak körében, azt mondta, hogy meg kell ismerni. Tehát az, én vagyok egyébként ugye a játékos, hogy lehet, hogy itt megpróbálnak lenyűgözni az, hogy ilyen effekteket viszont be, úgy néz ki, a szemem gyakorlatilag kifolyik így az orgazmus evületében. De utána meg lehet, hogy lövök fel játszani, és egy totális ürességet, mint hogyha egy üres vashordóval játszanék. Hát, tehát ugye ez volt az itt is, tehát hogy ugye egyrészt, tehát tényleg ugye textúrákat én is ugye körbenéztem, és akkor is a full grafon, tehát például a sivatagos résznél is eléggé fanyarodtam, hogy azért hoppáré, kicsikét úgy ratyi, rosszul néz ki. Úgyhogy igen, úgyhogy ahhoz képest ugye 2011-ben Atomra volt hype-olva az E3-on, ahhoz képest nem ez jött ki. Viszont itt is volt egy eléggé undorító baromsága. Itt is, hogy 2000, tehát hogy volt DLC áradat, hát de volt DLC áradat, itt is nem adták ki csak konzolra, és volt még egy olyan, amit pár autó, amit meg csak kis kizárólag PS3-ra voltak hajlandók kiadni. PC-n... Hadd leszenek össze a parasztok! Mi? Tehát PC-n semmilyen DLC-t nem látott az illető, úgyhogy hát, vagy hát pontosabban mondjam úgy, hogy PC-n, és ki is fogom mondani, hogy PC-n csak tört verzió jó limited edition limited edition-ös játékon fogja látni a DLC kocsikat eredetin soha büdös életben. Úgyhogy annyit tudok mondani, hogy aki Need for Speed Duránnal akar játszani, akkor inkább kezdje tört verziójú játékkal, és limited edition-össel, mert akkor benne vannak azok a DLC-s kocsik, amik alapjában nincs. Ez az igazi arcon csapás egy játékosnak. Eléggé durván, úgyhogy ezt tudom már rá mondani. És akkor most ugrok a következőre. Ami... Ha arra viszont azt mondtad, hogy az tényleg nem jó. Na, mindjárt rátérek. 2012-ben az Electronic Arts ismét összeállt a Criterion Games-szel, és 2012. október 30-án a Most Wanted-ot kiadták, egy újra dolgozott változata. Na igen, erre azt tudtam mondani, hogy bekaphatják. De keményen. Így is nevezik, hogy... Tehát, hogyha azt mondják, hogy Need for Speed Most Wanted, akkor ugye alapban mindenkinek a régi, a 2005-ös jut eszébe. Aki igazi Need for Speed rajongónak, igen, a 2005-ös fog eszébe jutni. A legtöbben meg, amikor mondják, hogy oda van ez az új, ja, ez az új szar, és így ez a jelzővel illetik, ez az új szar. Hát aki mondjuk nem ismeri ezeket a régebbieket, akkor azt mondja, hogy ja, hát ez az mostani kijött Need Most Wanted, és akkor én meg azt tudnám mondani, igen, ez a jó nagy ratyi. Mert várjál, mert most elmondom a koncert. Jó, hát te szarra gondolsz, igen. Mert én a szarra gondolok, és akkor ugye mi itt a problémám? Kezdem előről. Tehát jó, várjál, elmondom, mivel nincs problémám. Nincs problémám a környezettel. Tetszik a város, jól néz ki, grafika, elmegy. Zenelista nagyon tetszett, autólista nekem furcsa volt, de mégis szerethető. És kb. Ennyi. Akkor mi az a játék élmény? Micsa? Mi az, ami rossz ebben a játékélmény? Most fogom elmondani, mi a rossz, ami nem tetszett. Nem tetszettek annyira a versenyek, egyértelmű volt, nagyon könnyű volt. Nem kellett sokszor restartom, de tényleg amelyiket legtöbbét elsőre megcsináltam. Most Wanted lista.
Na, egyszerűen ez vicces volt. Tehát a Most Wantedost atomra aláztam. Amikor még utólag kellett utána menni, hogy szétzúzd az autóját, hogy azzal meg is legyen. Na, tipikus Burnout. Paradise. Na, mondom, ez fájt. Akkor rendőrök egyszerűen atombénák voltak. Tehát ez is vicces volt, hogy fatos kocsi, de ne hatos körözést lehagytam. 10 másodperc alatt simán lehagyom, megkapok egy turbót, ha olyan a felszereltség. És itt jön a tuning lehetőség, tehát nem volt külső tuningolás, hanem az volt az, hogy megcsináltál egy versenyt, kaptál speedpontot, meg kaptál egy felszerelést, hogy mit tudom én, ilyen alapszintű nitro, full nitro, burst, ilyenek. Úgyhogy ez nem tetszett, akkor... ja igen, és akkor rátérve speedpont. Mit csinálok én ezzel a speedponttal? Semmit. A speedpontnak lófasz értelme nincs. Gyűjtöd. Gyűjtöm, konkrétan. Tehát elmehetek 999 milliárd, 9, mit tudom én meddig. Akkor... ja igen, az autók. Tehát ez annyira vicces volt ez a koncepció, amikor azt hallottam, és... na mindegy, nem fogom angolul idézni, a lényeg, hogy az volt, hogy a néhány autód elég volt, ha csak az utcán mész, megtalálod. És mondom, serious? Tehát, nem már. Tehát konkrétan kezdhetem a játék 10 percét azzal, hogy végigkutatom a várost autók után. Autólista 80%-át meg is találod. Utána a maradék 20% Most Wanted lista. Szevasz. Na, az igen. És ennyi. És a Most Wanted listát is olyan hamar meg tudod csinálni, nem muszáj még az első Most Wanted listással se kezdeni, ha összegyűjtesz annyi speedpontot, amennyit kér a legelső listásnál, simán meg... ha ezt összegyűjtöd, mehetsz is már az elsőre is. Ennyi. Úgyhogy... bajaim a Most Wanted, 2012-es Most Wanted-a, igen, van. És még így is ez volt, hogy ez ugye single player ratyi, és akkor utána nagyobb hangsúlyt vettettek a multiplayerre, hogy mit tudom én, vannak ilyen még plusz játékmódok, meg kiskutyán faszal, és akkor ugye gyűjtjél barátokat, és akkor játszal azzal, és akkor ki a fasznak akar multizni ennyit. Tehát ennyire azért nem tetszik. És akkor még ugye ez volt a viccesebb, ugye aztán jó, a DLC, és annyiból volt érdekes, hogy jöttek jó autók, tehát jött itt például a ilyen filmes park, amikor ugye a halálos iramban ugye a Domnak a fekete Chargerjét elővették, tehát full ugyanaz, akkor ugye a mindjárt kinyögöm a a Shelby GT500-as. Például ugye az is... mondod a reklámozást, hogy szerez barátokat, vagy minden. Hát azzal gondolkodok, hogy például egy Underground 2 esetében nem kell barátokat szerezni. Mert mi volt, hogy ott volt a csaj. Tehát anélkül is játszottatok társaságban, és az Underground 2-ben, hogy reklámozni kellett volna minden a harmadik órában a játékban, hogy ezt szerez, azt szerez, és akkor majd milyen jól fogsz eljátszani. Nagyon jól el voltunk anélkül, hogy reklámozták volna. Kiadták. Fasza volt, hívtuk az embereket, hogy gyertek át, játszunk együtt. És akkor meg volt a hangulat. Nem kellett itt most külön azt kiemelni. Én azt tudom mondani, hogy amint megjelent a Facebook, meg úgy itt az internet áradatna, itt hűlt meg a játékipar is etérem. Mondhatni. Tehát nagyon rámennek a reklámozásra, de hallottad, hogy... Nem az, hogy a reklámozásra, arra, hogy multizál, mint a hülye gyerek. De. Nem akarok multizni. Tehát ha én leülök egy itt is Need for Speedhez, leülök, és mit tudom én, tehát nem azt akarom, hogy multi. Tehát hagyjon engem a, mit tudom én, ukrán kisgyerek a picsába. Már most elnézést, hogy így fogalmazok, de... Tudod ez? Hogy jött elő nekem először nagyon... Most Zolcsáktál gurult el a gyógyszer, emberek. Ma már csak én nem őrültem. Úgy hiszem, hogy egyedül vagyok ebben a világban. Tudod, hogy mit szartam be először ezzel az internettel kapcsolatban, hogy... Ha jól tudom, a Grid Autósportnál volt az, hogy nem pénzt kapsz igazából, hanem fanokat gyűjtesz YouTube-on. Mi van? Ide jó. Hát tényleg. Ide jó. Hát az izén, jó mondjuk ott a izé volt ilyen a Blur. És hát ott is jó, csak fanokat gyűjtött. De nem ilyen, hogy izé real YouTube izé fanokat, hanem ott tényleg csak annyi ilyen poén volt. Amin én most megint megláttam ezt a Project Cars-nál és Twitteren, mint ha eljártanak, hogy írogatnának neked. Én ezt úgy nem minden... A Blurren az volt, hogy én az egyszerű paraszbácsik, hogy benn voltam, aztán Media Markt volt, és így láttam, mi ez? Blur. Nos, jó. És így arrébb mentem. Nos, komolyan ez azért raktál be például a Project Cars-ba, hogy... Ne szabadsz meg, legalább valaki szeret az életbe, elégedj meg vele.
Még hogyha az nem is egy valódi személy. Legalább online legyen valaki, aki bírja. Tehát igazság szerint ez is ez az izé biztos, hogy... Hogy elveszed a versenyt, hogy egy fabatkács ér az életed, még a igen. Kutyád meg a macskád is utál, és... De nem, ezt most komolyan nem értem, hogy minek ilyet berakni. Persze most jó lehet, mint amolyan plusz, de annyira nem értem, hogy ez hogy jött be a játékiparba, hogy fanokat gyűjtesz. Nem tudom, tehát meg ez is tehát tényleg, hogy ezért gyűjtse barátokat, multizál, tehát... Hát, lehet, hogyha ilyen, mit tudom, ilyen közösségi portálokat belevisznek, akkor lehet, hogy abban nekik van anyagi részesítésük, mert ugye ezzel reklámozzák azt a... Na csak várjál, csak itt is ugye ezért Most Wanted esetében is nem volt ilyen, hogy Facebookra csatlakozol, vagy YouTube, vagy ilyesmi. Itt bevezettek egy Autolog 2.0-as rendszert, és mit tudom én, ez volt azért, hogy akkor ugye barátokat gyűjtesz, aki az is tolja a hülyéje ezt a játékot, és mit tudom én, megcsinál egy ilyen no-name versenyt, mit tudom én, 1 perc 20 másodpercre, 50 haverod ennyire megcsinálta, győzd le. Ja. Hogy azon foglald le magad. Lepődnék meg egyébként, hogyha valaki megcsinál ilyen abszurd ötletet, hogy ugye most ilyen modern játékok, modern világban, akkor ezeket a modern dolgokat bele kéne vinni. Vagy így a multiplayer. Ha valaki csinálna mondjuk ilyen 1-2 századdal ezelőtti játékot, ami ott játszódik, de abban is ezt belevinnék ezt a multiplayer-t, és akkor ott a morzejelekkel kéne kommunikálni. És akkor gyomkodni kell ugye azt a packot, ami így küldi a izét, és akkor azon így küldesz valakinek, és akkor ott ülsz így a gép előtt egy fél napot, és megjön a válasz. Ezt valaki megcsinálna, azt megtapsolnám. Na mindegy. De úgy ez kb. Egy olyan téma, amit most így én meg Lacsik is elhoztunk, hogy ha lenne több nézőnk, akkor így ebbe tuti belekötnének, hogy miért így gondoljuk meg ilyesmi. Hát most most várjál, most itt megmondom, tehát írjátok meg kommentbe tényleg, hogy aki játszott a Need for, a 2012-es Most Wanted-dal milyen élménye volt. Kíváncsi vagyok, hányan írják azt, hogy marha jó játék. Én erre kíváncsi lennék. 2012-es játék, akkor... És 13 év fölötti. Mindegy. Nem tudom, hogy 10 éves, vagy itt, de micsoda, aki esetleg akkor játszott, hanem ez gyerekeknek valahogy minden tetszik, azok mindenre lehet nyomni a igazából nem a Most Wanted-ra gondoltam most, nem ezekre a fanokra, meg ahogy kiosztottam a Shift-et tulajdonképpen, a Pro Street-et. Igen. Nektek, egyébként ez lesz a jó, hogy nektek azért fognak jönni a kommentek, a virálok kommentek, vagy szigyáltak a játékot, és akkor a végére vagy olyan fogja ügyeszteni, hogy fejjel, te meg, az meg magadat a búsán céddal, és akkor el van intéz az egész, mindenkit elküldtek a francba. Jó. Ez olyasmi, mint a, nem is tudom, ki mesélte, hogy a, még amikor a Böröcki József élt, és még annak idején, amikor kiszetündérek, nem is, bocsánat, az Anetkának elindult a műsor a Budapest TV-n. Nem lehetett tudni még, hogy ez milyen műsor, a Böröcki József sem tudott róla, és akkor behívták, azt mondták neki, hogy lesz egy interjú. És akkor kiöltözött, bement minden, mert tényleg azt hittem, hogy színház életről, stb. Fogják kérdezni. És akkor a következő történt, ugye ő ott ül, mint egy szerencsétlen szegény, egy lakásra vették még akkor föl, ugye az volt a stúdió. Anetka ugye ott ül Őrszerkóban, őnek a telefonok, egyszer csak egy ilyen férfi betelefonált és mondott, amit az Anetkának, majd a művész úr, ő így kiengedett, igen, magát meg jól megbasznám, és lehetett a telefon. Mondjuk aztán láttam is. De egyébként... Mondjuk most, hogy tértünk el a Netkára, most nem is értem. Hát úgy, hogy rátok fognak majd jönni a kommentek, nekem mert csak egy írnak, hogy te meg hülye vagy, hogy a Wolfsencével játszol. Puh, ekkora promót csináltam annak a játéknak. Most így érzem, hogy a Need for Speed Underground 2-be a Drag Race-nél mennyiszer törekedtem arra, hogy belelökjem a forgalomba az ellenfelet. Azt én is szerettem csinálni, igen. És akkor mindig azt szerettem látni, amikor én beértem, és akkor láttam, hogy a négyből ketten így dönöfő. De jó. Dönöfő. DNF. Olyan, mint a DNS. Hal. Én is mindig azt megkevertem majdnem vele. Igen, azokat már annyira összezúzta valószínűleg, hogy az, aki belé rohant, hogy már DNS mintát kell venni valószínűleg, hogy azonosítani tudják. Csak már csak így tudták kimondani, már nem volt ide, az orvosi szakértőnek sem volt már nagyon nyelve megfogás, hogy de DNS! És akkor így jött a DNS. Dönöfő. Az. Na jó van,
haladjunk tovább. Rá egy évre aztán kijött a Need for Speed Rivals, amit már a Need for, vagy a Electronic Arts-nak az új ilyen leányvállalata, a Ghost Games alvállalkozója. Nem tudom már így igazság szerint most így mindegy. Tehát a Ghost Games csinálta, ugye rájuk bízták, mert hogy a Criterion Games már ratyi játékot csinált, és úgy voltak vele, hogy nem Criterion, te most már elégyél a tökönbe. Úgyhogy Ghost Gamesnek adták el. Már nem kivontad. Szebben fogom. Ugye a Ghost Gamesnek adták oda, hál' Istennek. És méghozzá mondjuk annyi lett ebből a Rivalsből, hogy ugyanaz olyan típusú lett, mint a 2010-es Hot Pursuit, tehát ugyanolyan izé volt, hogy ugye autókban lehetett szeretni ezeket a fegyvereket, és akkor ugye, ja meg ugye rendőrautókkal lehetett menni, meg... Mi az, hogy fegyvereket? Mi ez? Gas Guzzlers, vagy mi? Hát nem tudod, izé volt ilyen turbo, EPM, meg stb. De azért, mert a Hot Pursuitben is. Abba volt ilyen. Na. Az is ilyen fegyver, csak egy autóba szeret, láthatatlan fegyver. Na mindegy, és akkor itt ugye picikét többet raktak bele, de ugye itt is ez megvolt. Ugye rendőrautóval lehetett menni, meg ugye rendes sima sportkocsival. Ugye mondhatni tettek egy nagyon pici storyline-t, ami egy kicsikét fura. Ilyen téren, már hát mondhatni ez az egész storyline, meg konkrétan az volt, hogy a rendőrök, meg a utcai huligánok, most mondjuk így, ugye egymással vetekszenek az országúton, kb. Ennyi a sztori. Úgyhogy... Mindenhol a legtöbb Need for Speed-nél szerintem ez az alapkoncepció. Úgyhogy ilyen téren nem volt valami nagy dolog, eléggé rövid a játék, eléggé hamar ki is lehet vinni. Tehát mindkét kampányt eléggé hamar végig lehet vinni, tehát talán 10 fejezet van, de hát így is az a izé, hogy megcsinálsz egy... ilyen listát, mert úgyis ez van azért, hogy kapsz ilyen listát, hogy mit kell teljesíteni, megcsinálod a listát, megkapod az új autót, és már ugye a kövi fejezet valahogy úgy is indul el nagyjából, vagy talán két ilyen lista teljesítése után jön ki a fejezet, de tényleg eléggé rövid a játékmenet, úgyhogy hát itt is ugye itt bevezették ezt az All Drive rendszert, itt ez ugye az akart lenni, hogy ugye a single, illetve a multiplayer-t telibe egybe gyúrják. Magyarán, tehát hogy annyi izi, hogy látsz más embereket, ettől függetlenül meg tud csinálni a sztorit. Bár tény, hogy annyiból jól megoldották, hogy ki lehetett kapcsolni, ha nem szerettél multiba menni, akkor beállított a single player-re is, szevasz. És akkor itt fogok majd mindjárt aztán kitérni majd az új Need for Speed-re, hogy mi van. De akkor rátérünk a No Limits-re. Ami gyakorlatilag még így a mai napig ugye az eddig utoljára kiadott Need for Speed. Eddig utoljára kiadott Need for Speed iOS-re, illetve Androidra. A Fire Monkeys stúdió csinálta ezt meg. Na most egyelőre az volt az izé, hogy... Én még így is ez a vicces, hogy nem is találkoztam az Androidos változattal. Meg nem is tudom, hogy egyetem mi van. Mert volt de olyan, mintha még nem adták volna ki, vagy én nem tudom. Na mindegy, viszont volt fika ilyen téren, mert itt is kicsikét az, hogy real money... kell alkalmazni, hogy valami, hát ugye egy cuccok, mit tudom én itt is, hogy vegyél plusz benzint, és akkor szevasz, de mondjuk in-game cashben is meg lehetett ezt oldani, csak ugye az, hogy ha a bankkártyádról feltöltesz pénzt, vagy mit tudom én, arról veszel összeget, tehát ugye veszel, akkor hát egy kicsikét így gyorsabb. Ez gyakorlatilag már nem csak a valódi autódat kell, vagy a valódi pénzért megtankolni, hanem a virtuálist is. Hát így körülbelül. Na, az milyen kellemetlen. Jó, csak itt mondjuk legalább gondoljunk bele, hogy egy 5 literes benzin kerül 600 forintba. Hát még talán olcsóbb. Úgyhogy no limits, kb. Ennyi. Na. Hát igen, határtalanság, akkor... az látszik a pofátlanságban főleg az. És akkor, így most már így a podcast végén ugye most már rá is tértünk a idei Need for Speed-re, ugye május 21-én kiadott az Electronic Arts egy kisebb ilyen rövid ízelítőt a trailerből, mert még így is a full trailer se jött ki. Hoppá, bocsánat. Csak... Semmi gond. Tehát így is meg ugye a full trailer se jött ki, ugye ezt most tartogatják az E3-ra, június 15-én ugye az Electronic Arts-nak az E3-as konferenciáján. Lesz majd... Eret vállalt, nem tudom, hogy bírom ki addig. Nem tudjuk, most egyre ugye is az lesz, hogy majd megnézzük, aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Ja, hogy is az lesz majd, hogy meglátjuk, és akkor...
Na, még azért mondjuk előtte, mert úgyis tényleg ugye ez úgy soha, hogy megbeszélünk. Hogy, mostanság ennek van nagyobb sanszos. Most nagyobb sanszos, igen, ugye erről kicsikét beszélnek többet. Már eddig ugye GT5 volt, most itt Need for Speed. Na, és hogy mit láttunk eddig, tehát trailer? Ugye mi az volt, ugye éjszakai városi környezet, tuningolási lehetőség, viszont rendőrautók lesznek, tehát ismételten, tehát ilyen rendőrüldözésekre lehet számítani. Ugye sokan írták, hogy ugye Underground visszatér, valami ilyesmi. Én egy picit azt tudom mondani, hogy ugye, mert itt is így írják, hogy ugye 2015-ben Need for Speed teljes reboot az egész, amin dolgoznak. Nincs még egyelőre akkora nagy neve, tehát csak Need for Speed. Ennyi az, amit ugye írtak, hogy milyen neve lesz, hogy egyáltalán kap-e, ez jó kérdés. Viszont tehát egyelőre ennyit tudni. Mondtak itt ugye plusz ilyen infókat, mert volt ilyen, hogy ugye az Xbox Live, ugye az áruház, hogy egy kicsikét hogy kókányolva már írt ilyen plusz dolgokat, például megjelenési dátumot, azt hiszem november 3-at, ha jól emlékszem. Talán valami elkörüli időpontot. November 3? Oh. Igen. Tehát már megírtak eléggé hamar, hogy mikor jelenik meg az új Need for Speed, valamint írtak ugye már olyat is, hogy milyen versenyek lesznek, de mindjárt meg is találom. Nézd, hogyha egyébként olyan lesz, hogy összegyúrják az Underground 2-t és a Most Wanted-ot, akkor azt mondom, hogy jó lesz. Valami ilyesmi lesz amúgy, tehát annyi még. Mert volt most ebből vita, de ezt is szeretném tisztázni, mert most jött ilyen hír, hogy ugye full izé fog kelleni internet ahhoz, hogy játsszál. Gyerekek, elmondom nektek, tehát old drive rendszert fognak ide alkalmazni, ugyanaz lesz, mint a Rivals-nél. Nem akarsz multit, single-be át lehet váltani. 100%. Nem fognak ilyen izét csinálni, hogy már most akkor is, ha nincs internetet csináljál, nem lesz ilyen. Honnan? Ha nem akarsz... Menjél ki az udvarra, aztán mind az olajat így ilyen... Éppel vagy mivel? Nem tudom. Tehát így az a izé, tehát hogy nem kell ettől izélni. Tehát hogy most azért, mert azt írták, hogy multiplayer, tehát hogy kell az internet, izé végig, nem igaz. Nem lesz így. Hát ha mégis, akkor meg lehet aztán tiltakozni ellenem, mert de szerintem nem így lesz. Mivel, mondom, tehát mivel az old drive rendszert fogják alkalmazni, ha a Rivals-nél így nyomták be, nem fognak ilyen bakit még egyszer elsütni. Főleg, hogy hát, most meg, ugye... Ha meg igen, akkor meg majd meg lehet dobálni rothadinnyével az EA-nek a központját. Mert így is most ugye ez a izé, hogy úgy akarják megcsinálni most azt a játékot, hogy teljesen a rajongókat meghallgatják, hogy szeretnék, mit szeretnének, stb. Úgyhogy... Hát de remélem azért az EA egy picit jobban össze fogja tenni magát, mert arról... Hát figyelj, nem lehet tudni. Csak azért mondom ezt, mert hogy egy zsinórban két évben, 2012-ben, 2013-ban, bár lehet, hogy rossz szép számokat mondtam, ugye az EA megkapta Amerika legrosszabb cége címét. Talán 12-ben is megkapta már. Vagy azt mondtad? Egymás után két évben kapta meg. Sőt, talán már három. Nem tudom, hogy 14-ben. Vagy 11-12, vagy 12-13 volt. Hát zsinórban kapta, az tény. Igen, egymás után kétszer is megkapták, tehát szerintem, ha már másból nem, ebből tanulni kell. Ebből okulni kell, és akkor tényleg azt mondani, hogy jó, mi itt valamit rosszul csinálunk, hogyha azért az ember, vagy pontosabban egy cég nem kap meg így véletlenül egy ilyen díjat. Persze. Na jó. Annyit még ugye itt hozzáfűzni, tehát ugye... story mode. Most nem tudni egyáltalán milyen story mode lesz benne. A lényeg, tehát hogy az, hogy... megveszed az autót, felújíthatod kedved szerint minden estül, tehát így kinézetre is lehet úgy tuningolni, remélhetőleg úgy, mint a 2005-ös Most Wanted-ba, vagy az Underground-ba, vagy ilyesmi lesz, valamint... Várjál, most ezen gondolkozom, hogy ilyen progression van, amit ugye így mondhatni, ugye, amit jutalmaz, speed, style, build, crew és outlaw. De szerintem ez egyértelmű, hogy ugye még micsoda. Én csak annyit tudok mondani, hogy okulva tényleg a korábbiakból, hogy ne a grafikával akarjanak minket elkápráztatni, hanem tényleg akkor tegyék oda magukat, most már látják, hogy itt hogyan kell csinálni, melyek voltak a korábbi bejövős játékok, melyek azok, amelyekkel buktak. Ha ezek alapján sem... Hát ez mi... olyan
ami ennek kéne lennie, vagy amilyet azért többségében várunk, akkor amondó vagyok, hogy hát ez egy szép sorozat volt, egy szép karrier volt, akkor legyen itt a vége. Hát, azért majd kiderül, hogy mi lesz belőle. És most teljes rebootot akarnak, akkor... Szerintem azért tényleg gondolkozzanak el, hogy... hogy második esély gyakorlatilag a sorozatnak. De ha ezt is elcseszik istenesen, akkor tényleg azt mondom, hogy hagyjuk abba ezt az egészet, mert nincs értelme erről. Én igazából már a Shift 2 óta nem foglalkoztam egy Need for Speed-del se. Hát, mint hallottad, olyan nagyon-nagyon sokról nem maradtál le. Na jó. Sok szarról esetleg, igen. Hát azért még a Rivals volt, ami tűrhető tényleg, tehát a... Meg a Run. Meg a Run. Azt mondtad, hogy az is. Igen, tehát ugye, ugye ahhoz képest, hogy meg mennyi fikát kapott, én azt tudom mondani, hogy nem. Ennyire azért nem. Annyit nem ér... Hát akkor... Ennyire nem érdemli meg. Először is várjuk a jövő hetet, hogy lássunk egy kis ízelítőt ebből, utána pedig akkor... Hát ugye várjuk most... a novembert. Hát most ugye annyi, hogy egy pici ízelítő a jövő heti adásból, hogy fogunk beszélni az E3-ról, illetve hát majd két adásban is, hiszen ugye a következő adás már akkor lesz, mielőtt megkezdődik az E3, illetve majd egy azután itt. Ugye igen, hát azért várjuk, hogy mi lesz belőle. Egyrészt a Need for Speed sorozatban, másrészt, hogy milyen játékok várhatóak. Bár te, hogy most neked a... megvan a jövő heti témád. Hát, mindenkinek megvan most így a jövő hétre, mert ezt... Hát ja, mondhatjuk úgy. Ja, mert én már terveztem jövő hétre másra. Jó, hát nem, a, nem egész adásban fogjuk beszélni, de mondjuk lehet, hogy az lesz, hogy nem lesz csak két téma egy adásban. Nem tudom, hogy hogy lesz. Mennyire lesz... hosszú az E3, de erre fel kell készülni, hogy legyen. Várjál, mikor lesz? Mit mondtál? Hányadikán? Lesz már 14-én lesz a Bethesdának a konferenciája fél héttől. Egyébként a E3-at azt most élőben nézzük? Hát én legalábbis igen, azt, hogy ti hogy nézitek, az nekem mindegy. Mert akkor meg lehetne azt csinálni, hogyha melyik nap is lesz ez? Hát mondom... A 14-e az vasárnap. 14-ig az jövő hét vasárnap fél hét. Ah, de várjál, akkor azt mondom, hogy na, a jövő héten beszélünk két hét múlva 19-én. Egy egész adás. De akkor lehet akár, mert most kb. Két és fél órát beszéltünk a Need for Speed sorozatról. Hát akkor én majd talán utólag megnézem, mert az E3-at, hogyha így utólag még esetleg így megnézzük, vagy ütő, akkor rengeteg dolgot tudom erről mondani. Szerintem akkor a 19-i adás az legyen egy ilyen legalább ilyen 3 órás. E3-as valami, hát lehet nem lesz 3 órás, de azért... Hát jó, micsoda mondjuk, akkor legyen az, hogy berövidre fogva, mert hogy azért nem nagyon tudni, hogy mi várható így is az E3-on. Tehát jó, van néhány cím, amit felírtak. Elszabadul a pokol, és fú, jön egy tornádó, Elvis ment. Úgyhogy így is ez a jó kérdés, hogy egyetem mi lesz, mert hát így is... Most úgy előre nézve... Tehát amennyire néztem, ugye, tehát a 14-én ugye a Bethesda konferencia kicsikét ütni fog. Elméleti síkon, ha nem csinálnak ilyen jó kis szivatást, hogy hát ezt majd... Erről teszem, mert azt úgyis mindig szoktam egy-egy ilyen poént elhinteni, ugye? Főképp így a vége fel, amikor az ember fárad. És tudjátok mi az, ami... fáj, hogy is van, hogy sárga, és fáj, hogyha belemegy a szemetekbe. Vonat. Villamos. Ajj. Ma ugye az is vonat, tudod. Hát igen, én... Városi vonat, vagy nem tudom, minek nevezzem. Elektromos van, elektronikus van. Na, én azért mondtam azért ugye, hogy esetleg ugye a jövő héten egy kicsit említeni, hogy legalább hogy körülbelül mire számítsunk, mi lehet. De igen, ugye aztán mindenképp ugye 19-én meg teljesen ugye ezt megbeszéljük, hogy mi volt és hogy mi a véleményünk. És hogy mi lesz. Igen. Hogy pontosan akkor mi van éppen, hol ülünk. Éppen mit csócsálunk, iszunk. Jaj, semmi. Eszembe jutott Vájzonok az egyik videója, amikor kielemzett két ilyen idióta picsát. Ja, hogy azt akart, ja, azt mondtad, jó van, nem értettem teljesen azt, de most már tudom, mire gondolsz, és az a hagyjál békén, mert először a hideg, majd az ideg fut vég a hátamon, úgyhogy. Na jó van, szerintem ezt már kicsikét túlveséztük, így is. Nem baj, ez sikerült szerintem, hogy azt teljesíteni, amit terveztünk, hogy legalább egy olyan két-két is órát beszéljünk a sorozatról. Picit megijedtem az elején, mert elég hamar átrágtuk magunkat az első játékokon, de hát azok
olyanok végül is, hogy még túlságosan bonyolult története nem rendelkeznek, hogy abban még nem voltak, mint ilyen autóvásár, tuning, stb. Ott volt a készletni autó, és akkor te különböző pályákon versenyeztél. Egyszerű volt, mint a zsíros kenyér. Igen, tehát azért az első játékoknak nem volt tényleg akkora nagy izéje, hogy most hát nem is tudunk olyan sokat beszélni róla, viszont ugye amik már így 2000-es évektől fölfel már ugye ami jött, azokra már sokkal inkább. Viszont, és ez ugye megint a mostani játékoknak a kárára szól, hogy nagyon sokszor veszem elő a régieket, és nagyon jól el tudok velük szórakozni egy-egy délutánon vagy valami. Ugye ezeket viszont nem csinálom meg az újabb játékokkal, mert azokkal nem tudok annyira ellenni. Igen, tehát... Úgyhogy ezen is kéne gondolkodni, hogy oké, okay, hogy az ember egyszer végigcsinálja, de ez is mindig egy ilyen veszélyparipa szokott lenni sok is sok játéknál, hogy újrajátszhatóság. Igen, ez is tehát, hogy jó lenne, értelme, hogy legalább... hogy még egyszer elővegyed. Hát, hogy igen, tehát hogy azért, hogy... Tehát ez is jó lenne, ha például elővennék a régi játékot, és akkor picikét... újítanának rajta. Ne, a mostani körülményeket nem. Bár nem igen, most nekik, mert ez nekik igen nem nagyon megy, másnak megy. Most annyira is látod, hogy elcseszték. Jó, nem azt mondtam, hogy fullra csinálják meg még egyszer, hanem csak mit tudom én, tehát hogy a második részt is például, vagy hát a Need for Speed 2-t is, hogyha mit tudom én előveszik, és akkor pici grafikai felújítást kap is ennyi. Viszont én várnék egy ilyen antológiát. Ez a legutóbb például a Tomb Raider-nél láttam, hogy az első 9 Tomb Raider játékot, ami ugye a legelsőtől a Thunderbolt, hiszem az volt a, vagy mi volt a 9-nek a címe. Egy pakban adták ki, és azt szerintem egy baromi jó ötlet. És úgy adották meg, hogy az összeset tudja normálisan játszani, tehát a talapba DOSBox alatt fut, nem neked kell még külön bepötyögni, és rendesen lehet vele normálisan játszani. Egy ilyet szívesen elnéznék a Need for Speednél, és igaz, itt annyi játékról van szó, hogy ez egy ilyen ötlemezes legalább. Hát jó. Na jó van. Én azt mondom, hogy akkor most már zárjuk az adást. Ezt olvassam be, vagy miért küldted ezt ide? Ja, nem, ezt csak... hogy beolvast. Már olvastad volna be. Adászárásra. Hát... Ahogy érted, eljön, mondjuk nem tudom, ilyen, tehát... miniszter, nem tudom, vagy micsoda. Valami. És akkor... Ez inkább ilyen Korda György-szerű hangot tudnék egy oda képzelni. Itt a nyár, dugjátok meg mindenkit. A csajokat kétszer. Na mindegy, na jó van. Akkor köszönjük szépen, hogy megnéztétek, végighallgattatok a mai adást. Reméljük, hogy tetszett, és... És hogy nem áztatok el nagyon. Igen. Esetleg, hogyha most a szökőár elvitt volna benneteket, és így csónakkal próbáltak a saját gépeteket megtalálni, akkor sok sikert kívánunk hozzá. Ne aggódjatok, mert... De akkor valószínűleg nem hallják, hogyha elvitt őket a szökőár. Majd ha visszatérnek és meghallgatják azt a részt, amiről nem maradtak. De akkor meg is szökőár lesz. A Monsunnak már vége. Monsunnak már vége. Most már jöhet a száraz időszak. Vagy az ugye, jövő hétig majd akkor megint lehet, hogy lesz, ami fölhúz minket, és akkor majd megint elindítjuk a szökőárat. Nem hiszem. Hát aztól függően, körülbelül... hogy ilyen témával készül. De az E3-as izé után lehet, hogy majd megint jönni fog egy ilyen. Azt hiszem, nem tudom, remélhetőleg nem, de szerintem, de féle, attól tartok, hogy igen, lesz. Na mindegy. És ha már egyébként egy ekkora marhaságot küldtél, akkor még én is hadd tegyek hozzá egy marhaságot, egy viccet, és mondjuk ebben lesz egy osztény kifejezés így a végén. Na. Hogy a férj nézi a foci meccset, és kiszól az asszonynak, hogy asszony, sört, javarászó, oda basszak. Jaj, szaladtam. Na, úgyhogy... Ez a végszóval a búcsúzó. Jó végszó. Jó végszó. Úgyhogy, sziasztok. Hello. Viszlát kívánok.